lenne, azokról, akik nem ismertek engem, én a Kereszti András vagyok, és a Tudatosság iskoláját művelem. Ez már majdnem 10 éve működik ez az iskola, és az embereknek a boldogságára, meg a szabad életre irányítja az összes tudását. Van is egy kis valunk, a boldogabb és a szabadabb élet, egy olyan kis génas, amit mindent fog mutogatni. Misszióm, ilyen sors misszióm megtisztem, hogy megpróbálom a sok-sok iskola, meg a sok-sok tanár, meg mester, meg tanfolyam, meg főiskola után összegezni azt a sok mindent, amit tanultam. És ebből készítettem nektek most egy olyan csokrot, ami tulajdonképpen a szerencsével, a tudatossággal és a sorsunk alapításával kapcsolatos. Ez nagyon mókás, nagyon érdekes előadás, amiben mindenki valahol egy picit magára ismert, és mivel mindenkinek különleges útja van, és nem mérhető senki máshoz, hanem csak mindenki önmagához mérhető, ezért mindenki máshol fog felismerésekre jutni. Van egy jó csomó dolog, amit már mindenki ismer, meg tud az életében ezekről a dolgokról, mások pedig teljesen új újdonságnak fognak tűnni. De mindegy, hogy hol tartunk, a lényeg az, hogy honnan megyünk tovább. A Tudatosság iskolája nagyon sok kurzus, meg tanfolyamot, meg előadást tart, és ezzel kapcsolatban jó pár könyv is megjelent, amit már sok szeretettel ajánlunk utána. De most akkor jöjjön az előadás, aminek a címe a tudatosság, a siker és a szerencse. És ugye úgy kezdődik a történet, hogy az ember elindul az útján, és szeretne ugye egy picit tudatosabban élni. Ez egy jó lehetőség arra, hogy az ember egy magasabb szintre kerüljön. A tudatosság a tulajdonképpen azt jelenti az első olvasatában, hogy azt nevezzük tudatosabb ennek, aki a környezetéről megfelelő komplex képet alkot, és aztán azt szerint is cselekszik. Tehát ha felismerjük azt például, hogy mi az egészséges a testünknek, mondjuk az élelmiszer tekintetében, akkor ugye már nem megyünk vissza a gyors éttermekbe, vagy a rossz ételeket nem eszünk meg, hanem nem próbálunk egészséges ételt tenni. Ha látjuk azt, hogy nem jó nekünk az, hogyha az anyukánkkal vagy az apukánkkal rosszba vagyunk, hanem szeretnénk ezt egy magasabb szintre emelni, akkor jó lehetőségünk van arra, hogy tényleg magasabb szintre emelkedjünk. Tehát akkor a siker és a szerencse kérdése, az megint három rétegű az életünkben. Ugye a tudatosság iskolája úgy néz ki, hogy test, lélek, szellem, ez az embereket mutatja a fizikai testünket. A szív ugye az az értelem, az érzelem és az akarat, tehát a gondolataink, az érzelmeink, meg ugye a cselekedetek, ezt ugye a védikus hagyomány elmének nevezi. És aztán van a szellem, amit mondhatjuk úgy is, hogy lélek, tehát ki melyik felosztást ismeri, de a legigazibb önvalóról van szó, tehát arról, akik mi valójában vagyunk. És a bölcsek, ugye keleten, akik ugye ahonnan táplálkozik minden mostani tudomány meg vallás, azt mondják, azt állítják, hogy mindenki egy olyan önvalóval rendelkezik, amit nem érinthet meg semmilyen itteni gondolat, érzelem, nem leszel kevesebb azáltal, hogy valaki egyszer kritizál téged, és nem leszel több attól, ha valaki megdicséri a tehetségedet, mert az az érték, az mindig ugyanaz marad. Tehát az önvaló, az átman, az mindig ugyanaz. Nem tud megváltozni. Mindig ragyogó, mindig tiszta, mindig isteni, mindig egy csodálatos forrásból táplálkozik. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy a siker az ugye három rétegű. Mi a szerencse például a fizikai testben? A fizikai testben szerencse az, hogyha az ember egészséges. Nagyon jó szerencsének mondható az anyagi testi világban, ha mondjuk, mit tudom én, sok pénzzel rendelkezik valaki. De ha a lélekben nincsen siker, tehát az emberi kapcsolataiban például nincsen meg a szeretetteljes minőség, akkor hiába van sok pénzem, az nem lesz túl jó érzés. Tehát a lélekben is van egy szerencse, és van egy siker. Mi a lélekben a siker? Például az lehet az a siker a lélekben, hogy egy picit meghaladjuk önmagunkat,
és jobban vagyunk, egyre jobban vagyunk a többiekkel. Az emberi kapcsolatainkat egy picit ápoljuk. És akkor nagyon érdekes, hogy a modern élettan ugye a tudomány mellé áll, és azt mondja, hogy az emberi élet minősége, az az emberi kapcsolatok minőségét jelenti. Ez nagyon-nagyon fontos felismerés. Tehát hiába van sok pénzem és jó egészségem, hogyha nem jó az emberi kapcsolataim. Akkor valójában nem is élek igazán jó életet. És akkor úgy is mondhatnánk, hogyha megfordítjuk a dolgot, hogy lehet-e, vagy érdemes-e élni egy olyan életet, ahol én az anyukámmal rosszban vagyok. És ugye az anyu meg az apu az mindenkinek feladat, tehát ha most magadra ismersz, az nem a véletlen, hogy ide ugye, hanem hogy szokott lenni ilyen, hogy anyuval meg apuval nem olyan könnyű. Pont azért, mert ugye az az első nagy feladat. Apu, anyu, testvér, a barát, a szerelem, a munkatárs, az biztos, hogy az életednek egy komoly, fontos része, és azt mutatja meg, hogy mi milyenek vagyunk. Mert olyan helyzeteket generálnak ezek az emberek, amikből nekünk bizony egyensúlyra kell törekednünk. Valamilyen módon, ha lehet, szeretetteljes megoldást érdemes ebben hozni. Tehát ha másik oldalról nézik, akkor azt is mondhatjuk, hogy erre a 80-100 évre, ami van, vagy ha mondjuk azt teszed, hogy az életed végéig mondjuk eltelik még 5 év, 10 év, 30 év, 50 év, hogy érdemes erre az 50 évre rosszba lenni a szüleiddel. És hát az lesz benne, hogy nem. Tehát a lélekben az értelem, érzelem és akarat területén a szerencse, a siker, az azt jelenti, hogy az emberi kapcsolataim jobbá válnak. Konkrétan egy magasabb szinten kerülnek. Szellemi értelemben, tehát az igazi önmagó tekintetében, hogy a Szent Hanyomány azt mondja, hogy a bölcsesség szava azt mondja, hogy a valódi szerencse az az, ha találkozol egy olyan emberrel, aki már önmegvalósított életet él, és olyan energiát tud neked adni, olyan információt, tanítást tud neked adni, olyan jelenléte van az illetőnek, magyarul megvilágosodott, hogy te is ezt az élményt megéled, és magasabb szintekre kerülsz fel. Ennek az életnek a nem titkolt célja az, hogy megértse az ember, hogy nem a gondolataival és az érzéseivel azonos, de nem a neveit nevére azonos, és még csak nem is a tehetségeivel azonos, hanem valójában az ember lelkével azonos. Ebben a rendszerben ugye a szellemet, de az önmagoddal vagy azonos. Ez egy nagyon különleges dolog, mert az ember ezt nehezen érti. Olyan kicsit olyan zavaros. De ha belegondolsz abba, hogy képes vagy arra, hogy megfigyeled a gondolataidat, akkor azt fogod látni, hogy valaki mégiscsak van, aki a gondolatokon kívül létezik. És éppen most tudom azt, hogy én gondolkodom. Egyszer csak tudatos leszel arra, hogy hogy fáj nekem most ez az érzés. És azt mondod, na hát, milyen rossz ez az érzés, ami följött bennem. És valaki van, aki mégiscsak tudatos arról, hogy ez az érzés nem te vagy. Mert ugye akkor azonos lenne a kettő. Milyen fura a magyar nyelv. Azt mondja, ha van egy laptop, ami a te tulajdonod, akkor azt mondod, ez az én laptopom. Tehát birtokos esetben tettem a gépet. Ha van egy telefon, ami az én tulajdonom, azt mondom rá, ez a telefonom. Tehát birtokos esetben van téve az, ami az én birtokom. És akkor gondoljatok csak abban bele, hogy azt mondja az ember, hogy ez az én testem. Tehát nem azt mondjuk, hogy én a test vagyok, hanem azt mondom, hogy ez a testem. Hát akkor ki a birtokos? Ki az, aki birtokolja a gondolatokat, az érzéseket és a testet? Mert mégiscsak akkor nem lehetünk azonosak ezekkel, mert valahol nem ez kívülről szemléljük. Hát ez az önmagó. És akkor kezdjünk el a mélyre menni a dolgoknak. Ugye a tetteink határozzák meg, hogy ki vagyunk. Most már jó mély vízbe vagytok, ugye? Jó van. A tetteink határozzák meg, hogy ki vagyunk, ez egy nagyon fontos alaptétel. Innen fog indulni a szerencse és a siker kérdése. Biztos ismeritek a Nick Vujicic nevű embert, aki karok meg lábak nélkül született. Egy ilyen picike kis lábkezdeménye van az ő kis testének, és nyomogatja a számítógépennek a billentyűzetét. Elvégzett egy egyetemet, van egy családja, vannak gyerekei, és olyan élete van, ahol egy ilyen tréningeket tart ebben a siker és szerencse kérdésben, hogyan végezd az életedet sikeresen, hogyan legyél optimista a negatív körülmények ellenére. Gondolj bele, és túrnézik az egész világban körben. Tehát lehet, hogy te azt mondod, hogy jó, de az én anyukám meg apukám nem tudta megadni azt, az a kezdjöllöketet.
Nem volt pénzünk, nem volt lehetőségünk, meg különben is ebben az országban, meg az összes többi kifogás. Tudjátok, a rosszul sikerül a kenyér, mert összelapul, és akkor előveszik a péket, hogy te pénz. Hát nem sikerült a kenyér, hát hogy van ez? Hát igen, mert nem volt jó a liszt. Na jó, de hát tegnap se sikerült. Hát akkor nem volt jó az élesztő. Na de azelőtt se sikerült, hát ott meg nem volt jó a sütő. Tehát akkor kimondható az, hogy minden rossz péknek van egy jó kifogás. Igaz? Na de ne ezzel él, hanem egy olyan ember, aki ezt felismeri. Ugyanis a tudatosságban az van benne, hogy abban a másodpercben a kifogást találtál, hidd el, azt tudja most is rakd be a fejedbe, hogy akkor te már a saját magad ellensége vagy. Mert ha a kifogást keresel, akkor valójában nem a megoldásra koncentrálsz, hanem arra, hogy hogyan mehetsz föl magad. A tetteink határozzák meg, hogy kik vagyunk. Ahogy Jézus Mester mondta, hogy nem szavakkal szeretünk, hanem cselekedetekkel. Ez ugyanaz. Jaj, de szeretek így, jaj, de szeretek úgy, de közben pont nem azt csinálom, ami neked jó. Akkor nem szeretlek. Az a szeretet, amikor megteszed azt, ami a másiknak jó. És az valódi szeretet a másik ember legjobb javát akarja. Tehát egy alkoholistának nem alkohol viszünk ajándékba, hanem segítséget. Mert az nem szeretet. Az nagyon szeretetnek lehet hívni, de az nem igazi segítség. Az a segítség, hogy te tényleg az ő legjobb javát nézed, és azt szerint segítesz. Van három érdekes mondat, három érdekes törvény, ugye a vonzás törvénye, biztos hallottatok már róla, tényleg igaz, tehát aki sokat gondol egy dologra, akkor azt elkezdi vonzani. Ez a vonzás törvénye, ez tényleg egy létező dolog, tehát hogyha én undok vagyok mindenkivel, akkor undok emberekkel fogok találkozni, ha pedig örömteli és megoldást kereső ember vagyok, akkor egyre több lesz az életemben olyan ember, aki boldogságkereső és pozitív. A teremtés törvénye ugyanez. Nyilván azért cselekszel is, meg nyilván arról beszélsz is. Mert ez a három kell hozzá. Ugyanarról beszélni, ugyanarra gondolni, és ugyanazért cselekedni. Tehát csak úgy álmodozni semmi értelme nincs, abban nem lesz, nem jön létre semmi. Ez a három mindenképpen kell, ez az alapvető teremtési kód, hogy beszélni, cselekedni és gondolni ugyanarra. És akkor ott van az oké és okozat törvénye, ugye a karma. A karma egy szanszkrit szó, azt jelenti, hogy cselekedet, tett. Mi azt szoktuk mondani, ugye a szellemtudományi ismeretek alapján, hogy sorssá vált, tett. Ugye? Hogyha nem eszel, akkor lefogysz, ha lefogysz, elveszed az erődet, ha elveszed az erődet, elveszed a munkádat, pénzedet, lakásodat, földönfutó leszel, és mondjuk meghalsz. Ez is karma, ugye? Oké, és okozat. Sorssá vált, tett. Tehát teszek valamit, és a sorsom már vált. Na most az az érdekes a dologban, hogy az igazság mindig egyszerű. Tehát sosem mondjam, ha az igazság egyszerű, akkor az is érthető könnyen, hogy igazából csak egy törvény van. Mert a vonzás törvénye, a teremtés törvény és a karma törvény ez ugyanaz. Csak minden korban máshogy hívták. Minden kultúrában máshogy nevezték el. De az a lényeg, hogy amire te gondolsz, amivel együtt törekszek, amiről sokat foglalkozol, az elkezd az életedben megvalósulni. Azt könnyen észreveszed. Azt, amire nem gondolsz, azt nem veszed észre, de ha sokat gondolsz egy dologra, azt könnyen észreveszed. Például a gyereket akaró párok mindenhol terhes anyákat látnak. Hogy van ez? Hát én nem látok folyton pocakos mamákat, mert ők meg mindig látják. Ha dühös vagy, panaszkodó vagy, ugye a panasz azt jelenti, hogy éppen azt teremted meg, amit nem szeretnél. A panasz létrehozza azt, amit csinálsz. Nagyon fontos tudás. Ha a panasz éppen panaszkodó valaki, akkor a másik panaszkodót megtalálja. És a panasz elveszi a másik ember energiáját. Mindig. Tehát ha dühös vagy otthon az életedben, akkor éppen a másik ember energiájából élsz. Ha panaszkodsz és kritikus vagy, akkor megint csak a másik ember energiájából élsz. Ez fura, de kimondható ez a törvényszerűség. Képzétek el, hogy a német tudósok olyan műszert alkottak meg, amivel ez az energiáramlás mérhető. Lehet érzékelni azt, hogy milyen energiák hol mennek. És ha valaki dühös, kritikus és panaszkodó, akkor az éppen veszi el a másiknak az energiáját. Ezért szoktuk azt mondani, hogy de fárasztó, de elmegyünk, és akkor azt mondjuk, nem bírom már ezt.
mind panaszkodik össze. És akkor két ember megtalálja egymást, mert a vonzás törvény alapján találkoznak, és az egyik panaszkodik, elveszi az egyiktől, másik panaszkodik, elveszi a másiktól, és akkor oda, ide-oda pingpongoznak. Mind a panasz, mind pedig a hála létrehoz. Mert ez a teremtésnek az alapja. Tehát akár panaszkodsz, akkor ugye negatív történéseket, akár hálás vagy, akkor pedig a pozitív történéseket hozod létre, létre fog jönni az az esemény, amire gondolsz. Nem biztos, hogy úgy jön létre, ahogyan te gondoltad, de a dolgok megvalósulási esélyét növeli. És a természettudományban is így van egyébként, de az 5000 éve leírt védák hagyományában benne van. Tehát a hindu filozófiában és teológiában is megemlítik azt, hogy a világegyetem energiájának, ennek a hatalmas éteri energiának teljesen mindegy, hogy te jóra gondolsz, vagy rosszra. Tehát nincsen olyan moralizálás, hogy ez helyes, ez helytelen, nem? Ha negatívra gondolsz, az is létre fog jönni, ha örömteli, szeretettel teli, reményteli dolgokra, akkor az is létre fog jönni. És ebben az értelemben mindenki a maga szerencséjének a fogártya. Ugye? Tényleg így van, mert az ember létrehozza az eseményeket maga körül. Békés Stepán beszélgetek egy lányjal, kiderül, hogy egy kutyapanziót akar csinálni. Ilyen kenneleket keresett, tehát ilyen kutyaketteceket keresett, és hát nem volt pénze, úgyhogy használta, meg akart vásárolni egy ilyen kennelt. Annyira rá volt gyógyulva a gondolataiban erre, hogy ő mindenképpen egy ilyen kennelt akar. Kézzétek el meséli, hogy kinyitotta így az újságot, amiben ezek a hirdetések voltak, és így oda nézett arra az egy hirdetésre, ahol egy kutyakennel volt. És nem hitte el, hogy ez így ilyen könnyű, meg ilyen gyorsan sikerült. Ugye amire figyelsz, az könnyen szembe jön, az könnyen észreveszed, hogy végigolvasta az összes hasábot végig, sehol nem talált kutyakennel hirdetést, csak azt az egyet. Tehát akkor az elmét lefotózza az egész újságot úgy, ahogy van, ha az a parancs a tudatalattiban, hogy úgyse fogom megtalálni, emlékeztek, hányszor mondunk ilyeneket? Akkor nem veszed észre. Ha meg az a parancs, hogy nekem ez kell, én ezt meg akarom szerezni, nekem ez fontos, én ezt meg akarom vásárolni, akkor az elméd, tehát a tudatalatti, ezt a figyelmedet pontosan oda vezeti, ahol az a hirdetés van. Bizonyára ti is ugyanígy be tudtok számolni nagyon sok ilyen esetről. Vagy de furcsa, pont ott nyitottam ki a könyvet, de érdekes, pont oda néztem. Na hát, szembe jött az internet az a hirdetés, és ki megütötte a szememet, a fülemet. Az a gondolat, az az ember, az a helyzet. És ez nem véletlen, mert ahogyan élünk és gondolkodunk, létrehoz történéseket, eseményeket és találkozásokat. Minden esetben. Tehát tényleg mindenki maga csinálja. Tehát ez a tudatosan ismerjenek, van egy ilyen szép mondat, hogy akármit gondolsz, igazad lesz, ugye? Hát ez jó is, meg rossz is egyszerre, de hát tényleg így van, akármit gondolsz, igazad lesz. Természetesen ezt nem lehet általánosítani, mert hát nyilván ez egy nagyon sok dologtól függ, hogy mi fog velünk történni. Tudjátok, hogy azért a nagy sors alakító események között nagyon sok van. Tehát, hogy van a sorsod, amivel jöttél, azért van az, hogy az egyik embernek egyértelműen nagyon gazdag az élete, mondjuk most anyagilag csak, a másiknak pedig teljesen közepesen jólétben van csak. És nem biztos, hogy a te utad az, hogy milliárdjaid legyenek. Ebből nagyon sok ilyen sikertréner él, hogy azt mondja, hogy gyere, bármit megtehetsz és bárhol eljuthatsz. Nem igaz, mert mindenkinek van egy sorsa, amit nagy szeretettel már megírt, még a születés előtt. És hogyha abban az van, hogy te a Földnek a több földrészén te ingyen kórházakat fogsz létrehozni, ahogy egy barátunk csinálja, akkor milliárdos céged lesz. De ha nem ez a sorsod, ha nem ez az életed iránya, akkor nem lesz. Minek? Hát nem kell. Sok-sok életet élünk, az egyikben nagyon gazdag, vagy a másikban kevésbé. Ez semmi baj nincs vele. Tehát, hogyha most van egy adott minőség az életedben, akkor annak körül adjál hálát érte, mert mindenkinek a rájellemző gazdagságot kell megteremtenie. És az nem millióban, meg százmillióban mérhető, lehet, hogy az egy teljesen normális itteni lét. És akkor ne felejtsük el, hogy hatalmas siker és szerencse az is, hogy mi most itt vagyunk Magyarországon. Már nem csak azért, mert a Kárpát-medence meg a védettség, hanem azért, mert ez egy olyan hely, ahol ugye nem vagyunk nagyon gazdagok, hogy a pénz elvigye az agyunkat, és nem vagyunk nagyon szegények, hogy azzal kelljen foglalkoznunk, hogy a napi vetelőfalatot szerezzük meg.
az, hogy mi itt vagyunk és filozófiával foglalkozunk, és a magasabb szellemiségű dolgokkal foglalkozunk, az a legcsodálatosabb dolgok egyike. Mert ez vezet vissza. Ez vezet vissza onnan, ahonnan jöttünk. A vallások ugye azért vannak, hogy visszavezessenek. Religió, ugye? Ez a neve latinul a vallásnak. Azt jelenti visszakapcsolódni. A jóga szó ugyanez. Az a szanszkrit yuj szótőből származik, ami azt jelenti visszakapcsolódni. Oda, ahonnan jöttél. Amit te vagy valójában. A jogikus élet, de nem a joga, mint a gyakorlatok. Mert a joga az 8 lépésből áll, és akkor csak egy az ászanák meg a joga gyakorlatok. Tehát nem a tréningre gondoltam, hanem a teljes jogára. Tehát a visszakapcsolódás lehetősége az az, hogy te az önvalódat elért. És milyen különös, hogy abban a pillanatban egy kicsit közelebb kerülsz az önvalóhoz, már siker és szerencse a részed, hiszen magasabb szintű a bölcsességed, a rálátásod, sokkal jobb döntéseket hozol, és békességben vagy. És boldogság nincsen béke nélkül. Tehát a béke az első, amire törekedni kell. Aminek ellenállsz, azt erősíted, remélem ezt tudjátok, de ha nem, akkor most mindenki írja föl nagybetűkkel, tényleg így van. Tehát ha azt mondod, hogy na, nem bírom már folyton ezt a szegénységet, de utálom ezt az országot, akkor hidd el, hogy ezek a tapasztalatok fognak jönni. Tehát aminek ellenállsz, annak adsz erőt, annak adsz energiát. A gondolataid, mint egy hatalmas vezérlőkút, az állandó és folyamatos teremtő energiádat oda irányítják, ahova sokat gondolsz. Arra gondolok, hogy nem fogom azt a kutyakenelt, azt a ketrecet megtalálni sehol, akkor ezt fogja a tudatod leprogramozni. Amíg azt mondod, hogy de én meg akarom találni, sikert akarok elérni, el akarom kezdeni a vállalkozásomat, akkor kinyitod az újságot és rögtön oda mész el. Képzeljétek el, van egy Richard Wiseman nevű forma, egy nagyon okos pszichiáter, szociológus, aki kitalálta a szerencsekutatásnak a tudományát. Egy csomó szerencsés embert meginterjúzott, hogy mi a szerencse titka. A következő kísérletet csinálta meg. Összeszedett 100 olyan embert, aki magát pehesnek gondolja, és 100 olyat, aki magát szerencsésnek gondolja. Az volt a feladat, hogy egy két sarkot kellett menni egy utcán, és letett az egyik kő alá egy 100 dollárost, aminek a sarka kilógott a kő alól. Lefotózza az elmét az egész utcát? Ha persze. És mi a parancs? Mert ha az a parancs, hogy kicsi vagyok, béna vagyok, akkor különben is hogy nézek ki, akkor nem fogod megtalálni a 100 dollárost, pedig az elmét tudja. Tudod, hogy ott van a 100 dolláros, mert mindenki tudja. Az elmén azonnal, abban a pillanatban, hogy oda nézem, már tudja, hogy ott a 100 dolláros. De ha az a parancs, hogy én pehes vagyok, és béna vagyok, és nem megy semmi, és különben is folyton sikertelen vagyok, hát akkor nincs sok esélye. Ha meg azt mondod, hogy szerencsés vagyok, bőségben élek, először az emberi kapcsolatokban lévő szeretetben, másodszor az egészségben, és természetesen a tömegiakban is, akkor meg fogod látni. Akkor észreveszed, mert a tudatodat oda fogja irányítani, mint annak a lánynak, aki kinyitotta az újságot és egyenesen oda nézett. Képzeljétek el, hogy a kísérlet eredménye az, hogy míg a magukat szerencsésnek gondoló emberek közül 71-en megtalálták a 100 dollárot, addig a magukat szerencsétlennek gondoló közül egy se. Egy se. Tehát nem volt egyetlen egy se, aki azt megtalálta volna azt a 100 dollárt. Hát azért érted, emellett nem mehetünk el. Ez egy olyan tudás, olyan információ, olyan lehetőség az életben, hogyha ezt komolyan veszünk, ezt a kísérleti eredményt, akkor innentől kezdve nagyon is érdemes azzal foglalkozni, amit valójában akarunk. Mert a panasszal is létrehozol, meg a hálával is létrehozol. Ami vonz téged, azt te is vonzod. Hát ezt gondolom már ismerjük nektek, ez tényleg a vonzás törvénye. A vonzás egyetemes törvényszerűsége, ami arról szól, hogy ha sokat gondolsz egy dologra, akkor ez könnyen megtörténik. Hát van egy ilyen vicces esetem, hogy a kis gyerekeimhez kellett egy gyerekvigyázó, és folyton keresgéltem, hogy na hol van a jó gyerekvigyázó. De hát arra gondoltam, hogy hát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, meg különben is ez egy bizalmi kérdés, hogy kinek adom én oda a gyerekeimet, hát azért nem lehet az akárki. Szóval ez egy nehéz, komoly döntés. Ezért aztán nem is döntöttem, illetve keresgéltem, de nem sikertelenül. Vittem a gyerekeket minden reggel, hogy na, megyünk az iskolába, és hát állandóan ment ez a hajci. Én még egyszer csak azt mondtam, hogy na, akkor most a sarkamra állok, és azt mondom, 3 napon belül meg akarom találni ezt az embert.
dühös lettem, 3 hónap eltelt, úgyhogy nem volt segítségünk. Megyek az iskolába, megint viszem a srácokat, és az iskolával szemben lévő fán, összesöndörögve, pöntörögve, ott a hirdetést, már vagy fél éve, amit mindig láttam, de mivel azt volt a parancs, hogy jaj, ez egy nehéz dolog elmondani, ezért nézzesöröttem. És hát ahogy lenni szokott, minden idő legjobb gyerekvigyázója volt azon a kis telefonszámon, letértem, fölhívtam, és az ott, és ő lett a gyerekvigyázó. És ott volt előttem, tehát minden egyes nap volt lehetőségem. Kína hagyományában a bölcselep azt mondja, hogy egy probléma mellett közvetlenül a közelében 50 megoldás van. 50 megoldás. Ha nyitott vagy arra, hogy az a megoldás a tied lesz valamelyik ezek közül, akkor azonnal észreveheted, ha nem vagy nyitott rá, akkor akármennyi lehet ott, nem lesz megoldás. Nincsen. Pedig számtalanszor bebizonyosodik, hogy tényleg mellettünk van. A közvetlen közelünkben. És akkor a híres képesség, tudjátok, a magyar, magyaráz. Tehát nagyon sok magyar szóban, ugye a szent nyelvünk van, benne van a valódi jelentése a szavaknak. Amiről képed van, arra vagy képes. Ez tényleg igaz. Készítened kell egy képet arról, amit szeretnél, amit el akarsz érni az életben. És hogyha el tudod érni ezt a dolgot, az annak a következménye, hogy te már arról egy képet alkottál. Itt van ez a csodálatos mikrofon. Ez a mikrofon, ez nem létezne, hogyha egyszer valakinek a fejében nem született volna meg ez a kép. Így, ahogy van. Ha ez a mikrofon valakinek a fejében megszületett, akkor ő lerajzolta, megterveztette, legyártatta, aztán eladták, megvásárolták, és most itt van az asztalon. Tehát mindenképpen a fejében valakinek ott volt először egy kép, és azt a képet éltette, annak adott energiát. Most mész körbe itt a teremben, az összes tárgyi dolog, minden először egy kép volt. És aztán lett egy fizikai tárgy. És különös módon még te magad is először csak egy kép voltál. Anyu meg apu arra gondolt, hogy jaj, ez a kis cuki gyerek, milyen jó lesz majd dolgol a térdeme. És az lett értelem. Ez az csodálatos. Tehát minden először úgy történik, hogy megfogan a fejedben valami. A fokozatosság törvénye, ugye ez mindenre igaz lesz, tehát mindig vedd alapul azt a nyilvánvaló tényt, hogy vetés után rögtön nem maradhatunk. Meg kell várni a fejlődéshez és törekedéshez szükséges időt. Tehát nincs olyan, hogy arra gondolok, hogy de most azonnal legyen itt 10 millió forint. Na mi van? Ha hol van már? Érted? Mert akkor az ember egy kicsit türelmetlenné válik, és azt mondja, hogy másodba dobál azt az egészet, nem is igaz, ez egy butaság, amiről beszélnek a bölcsek. Pedig higgyétek el, hogy létezik. De ki kell tartanod. Tehát ha van egy képet, amit helyesnek és jónak gondolsz, hogy teremteni akarsz, akkor lesznek benne nehézségek. Néha könnyebb lesz, néha nehezebb lesz. De a kudarc mindig erősíti a sikert. Tehát mindig arra gondoljatok, hogy a kudarc mindig felépíti a sikert. Nincs olyan, hogy kudarcot hallottam, vége, most már lehúzhatom a rólót. Nem. A kudarc azt mutatja meg, hogy merre nem megy. Mit van? A kudarc azt mutatja meg, hogy merre nem megy. És ez az egész itt a jelenben dől el. Itt, ebben a pillanatban. Ha az elméd a múltban van, az könnyű felismerni. Nagyon egyszerű. Neheztelés, panaszkodás, bűntudat. Ha ezt érzed, akkor az elméd a múltban van. Ha neheztelsz, panaszkodsz és bűntudatod van, az elméd a múltban van. Ha a jövőben van az elméd, ahol megint csak nem lehet semmit csinálni, akkor rettegsz attól, ami jön, vagy mindenféle gyakorlati cselekedetek nélküli álmodozásban vagy benne. Álmodozol arról, hogy milyen szuper lenne, igen, de hát végül is nem teszel érte semmit gyakorlati cselekedetek nélkül. Ha az ember fél a jövőtől, akkor mi történik? Gondolkodjunk logikusan. Számtalan, lehetséges jövő van. Pontosan tudjuk. Rengeteg dologtól függ az, hogy valójában mi fog bekövetkezni. Ebből a számtalan, lehetséges jövőből
pont arra az egyetlen egyre gondolni, ami neked a legrosszabb, valójában oktalanság. A miért az történne meg? Miért pont az? Viszont az a rosszabb helyzetben, hogy mivel teremtők vagyunk, ezért simán létrehozhatjuk azáltal, hogy állandóan arra gondolunk. És ahelyett, hogy felismernénk, hogy ezt mi teremtettük, rám mondjuk, na ugye, hogy majd mondtam, na mondtam, hogy így elcsúsztam, nem? De. És akkor ez egy probléma. Tényleg létrehozunk magunknak egy problémát. Számtalanszor látom ezt, jaj, de csúszós az, hogy tudja, az okrást, én biztos, hogy ezt már is már esik sem. Sehogy elesett, ráfogjam, ugye megmondtam, hogy elesett. Szinte ő maga mondja meg, hogy mit fog rosszul csinálni. És ez azért nevetünk, mert ugyanezt csinálja mindenki. Azt értsétek meg, hogy ez a teremtő erő, ez akkor is működik, ha hülyeséget gondolunk. Tényleg, mindig működik. Ez teljesen független ettől. Az Istennek, az univerzumnak, az életnek, a sorsnak teljesen mindegy, hogy mire irányítod ezt az energiát. De neked nem. Mert ha lehet, akkor érted, tehát éljünk jól. Rosszul ne éljünk. Rosszul könnyű éljen, érted? Nézzél körben, másodd a többieket, és ugyanolyan jó lesz. Érted? Nem, éljünk jól. Legyenek szeretettel teliek az emberi kapcsolataid, legyen egészséges a tested a lelked állapota miatt, és legyen anyagi bőség ott és annyi, amennyi kell. Tehát akkor mikor van a cselekvés pillanata? Most. Na akkor... Azt mondja, én is azt mondtam. Tehát, akkor egyszer együtt. Mikor van a cselekvés pillanata? Ebben a pillanatban van. Ez tényleg igaz. Ez fontos ez, hogy ezzel foglalkozunk minden egyes nap és pillanatban tud, hogy most változtathatsz. Tegnap a múlt az már csak tapasztalat, történelem, nagyon fontos tapasztalat, de nem az számít. A jövő majd egyszer eljön, de a jövő az ugye az csak a következménye annak, amit most teszel. És nincsen sehol olyan hatalmas potenciál az életedben, mint ebben a pillanatban. Nem tudsz majd egyszer, ja, mert igen, majd jól leszek, csak még megvárom, míg a gyerek leérettségizik. Ja, jól leszek, persze, csak még megvárom, míg sikerül valami, majd még elérek valahova. Nem. Az nem fog eljönni sose. És amikor eljön, akkor megint csak egy helyzet, egy feladat, egy probléma lesz neked. Nem. Most cselekedj. Most változtass. Ezek után, az eladás után nehéz ugyanúgy maradni, mint az előtt voltunk. Tényleg. Mert megérint valami, ami igaz. Ez nem azért igaz, nem azért érint meg, mert én jót mondok, hanem azért, mert az te szívedben lévő igazsággal együtt leszek. Ez ugyanaz. Mindenki teremtő energiát működtet. Ez pontosan tudjuk, hogy így van. Tehát akkor a tudatosság jelenlétet jelent, azt jelenti, hogy jelen vagy. Itt és most vagy. Nem a múltban vagy, hogy neheztelés, panaszkodás, meg bűntudat legyen benned, megbántottság és fájdalom, és nem a jövőben vagy, hogy félj az új dolgoktól, elméleti álmodozásban legyen, probléma keresésben vagy negatív illúzióban. Hanem itt vagy. A jelenben. És akkor egy nagyon fontos tétel. Valójában persze tudom, hogy van lineáris idő, mert mérjük az időt úgy, hogy valamitől valameddig eltelik, de bizonyára tudjátok, hogy az idő az egy nem létező fogalom, ugyanis az van, hogy a Föld a tenger körül megfordul egyszer, ugye egyszer a napnak mutatja az arcát, aztán a hátulját, aztán megint a napnak mutatja az arcát, és akkor azt mondjuk, jó, ez legyen egy nap. Ezt hoztuk be 24 bungeszre, valami kis dologra, akkor legyenek ez az órák, és akkor ugye ez a Föld forog, tehát állandóan megy előre az idő látszólag, de igazából nem megy, sehol. Igazából csak a jelen van. Gondolj bele, milyen érdekes a magyar nyelv. Az embert behelyezi, mint egy ilyen ég alak ebben a jelen pillanatban. És azt mondja, hogy az idő múlik. De kihez képest múlik az idő? Hát hozzá képest múlik. Megy el? Majd megy. És kihez jön? Miért jövő az idő? Hát hozzám jön az idő. Tehát hozzám jön az idő, és tőlem múlik el. Tehát nem az van, hogy megszületsz itt, és akkor 100 évet élsz, akkor végigmész egy 100 éves skálán, hanem vagy te a létezés, és az idő megy át így, rajtad. Az idő érzékelése megy át rajtad. Innentől kezdve teljesen más a gondolkodásod, mert tudod, hogy minden csak itt van.
Persze, megbántottak gyerekkorodban, még nem szeretett annyira apu úgy, ahogy kellett volna. Oké, üdvözöllek a klubban, mindenki így van. De hát az ne legyen már az életetlen ilyen teher, hogy folyton az lenyomasz téged. Azt mondták rá, hogy béna vagy, rossz az üzletérzéket, nem tudsz majd angolul megtanulni, mit tudom, hogy minden mindenféle rosszat rád olvastak. Oké, de az a mód. Érted? Te meg itt vagy. Az egyetlen potenciálban, ahol lehet változtatni, az itt és most van. Ebben a pillanatban. Ez szuper lehetőség. Na és akkor Ina kis történet, ugye az ismerkedett, hogy sasmadár száll az égen, és lepottyantja a kis tojását. Ez a kis tojáska beleesik egy tyúkolba, és hát a tyúkok között kikel a kis sasmadár, sasfióba kikel, és hát szeretné nézegeti a sas, hogy fú, milyen szuper lenne ott szállni, de hát a kis csivék meg a tyúkok azt mondják, hát mi nem röpülünk, nem működik a szárnyunk, sajnos mi ilyen tyúkocskák vagyunk, mi mindig a földön érünk. És szegény kis sasmadár, hiába nő föl és lesznek csodálatos szárnyai, tyúkocskaként él tovább. És nem foglalkozik azzal, ami ő lehetne. Na hát én meg azt mondom neked, hogy mindenkitől különbözően eredeti és egyéni vagy. Gondolj bele, hogy 8 milliárd ember él a Földön, és mi 8 milliárd félő vagyunk. Mindenki teljesen más. Nem tudsz olyan lenni, mint a melletted ülő. Egy egészen kicsit sem. Én több ezer ember életét hallgatom végig, stresszoldással foglalkozom, emberek járnak hozzám már majdnem 20 éve. És tudjátok, mit vettem észre? Hogy még egy egészen kicsit sem hasonlítanak az életek. Mindegyik különleges és extra. Egyik sem ugyanolyan, mint a másik. Gondolj bele, hogy különbözik az anyukád, meg az apukád, már ez alapján mindenki differenciál. Mert az az információs mező, az a tanítás, az a nevelés más, mint az összes többi ember. És akkor különbözik az gyerekkorod, az összes megélt tapasztalatod. Mindenkinek teljesen más és különleges gyerekkora van. A személyiséged, a lelkiállapotod, a testiállapotod, a csillagjegyed, a minden megélt tapasztalatod, az összes találkozás, ami az életedben volt, minden energia, ami téged élt. És ez mind egyszerre különbözik. Tehát akkor lehetsz olyan igazságtalan, hogy a saját értékedet egy másik emberre való összehasonlítás alapján méred? Nem lehet ilyen igazságtalan. Te belőled egy van. Mindenkiből egy van. Ez az önbizalmunk alap. Tehát az önbizalmadat úgy építsd fel, hogy tudod, hogy belőled csak egy van. Ha így, ahogy vagy, párkapcsolat értelemben mondjuk nem kell lesz, hát akkor menjen tovább az illető, keresse meg azt, aki vele jó neki. De hogyha téged szeret, akkor azért szeressen, amilyen vagy. Előbb-utóbb az emberek eljutnak egy olyan pontra párkapcsolat értelemben, hogy egy kicsit így alá mennek, és akkor megpróbálnak valamilyenek lenni. Azért, hogy szeressék őket. Ez egy teljesen normális emberi történet. Megpróbálok egy picit ilyen vagy olyan lenni, és eljátszani azt, hogy én ilyen meg olyan vagyok, de hát az ugye tudjuk, kiderül. A próbaidőink is 3 hónap egyébként. Kiderül. Ezt úgy mondja a lélektan, hogy az ember prostituálja magát érzelmileg. Egy kicsit szeretetért mindent odaad. Aztán egyszer csak pofára esünk, hála Istennek, és aztán kiderül az, hogy valójában úgy jó a dolog, hogyha én önmagamat adom. 2 legyet is ütött életcsapással. 1. Nem kell magadat megjátszani, hanem úgyis kiderülne. 2. Az a másik ember pont azt szereti meg, aki vagy. Értitek ezt, hogy mekkora jelenték ez? És ha te úgy, ahogy vagy, nem kell lesz, hát akkor mehet tovább az ember. Hát fordítsd meg a játékot. Nem az a kérdés, hogy az, aki nekünk tetszik, viszont szerete minket. Az a kérdés, hogy azt a kincset, aki te vagy, azt kikapja. Mert belőled egy van. Tehát még egyszer mondom, hogy ne essünk abba a hibába, hogy a saját értékünket egy másik emberrel való összehasonlítás alapján mérjük, mert akkor alul maradunk. Jobbnak gondoljuk magunkat egóból, vagy elkezdjük sajnálni magunkat egóból. De akkor megint tévútakon jártunk. Egy van belőlünk. Nem lehet senki ilyen olyan, mint te. Szóval, legyünk sasmadarak. És egyik meg saját valamit. Ármi mutat meg élek a sasmadara. Tapsot kérek az Ármi. Jó. És akkor nézzünk egy-két olyan dolgot, ami visszavett minket. Ezek nagyon klasszikus helyzetek,
Ugye a panasz, a rossz beszédek, a kritika, de tudom, hogy mindenkinek volt része benne, semmi baj nincs vele, de értsük meg, hogy ha a teremtő energiát működtetünk, akkor ezek nem férnek bele. Azért nem, mert ez mind negatív helyzetet teremt az életünkben. Tehát mind a panaszkodás, mind a kritika, mind a rossz beszédek. Amikor kritizálsz valakit, amikor pletykálsz valakiről, akkor tudhatod, hogy abban a pillanatban, hogy onnan elmész, a következő, akiről pletykálnak, te vagy. Ez mindig így van. Ha kritikus vagy, akkor azt erősíted pont. Folyton azzal foglalkozol, hogy a másik milyen rossz. Ahelyett, hogy magaddal foglalkozzál. A lélek, amit mond a 21. század elején? Hát azt, hogy csak annyira tudod szeretni magad, amennyire, vagy a másokat, amennyire magadat szereted. Tehát nem tudsz mást jobban szeretni magadnál, mert neked kell az elsőnek lenned. Ha elfogadod magadban azt, hogy mindenkinek van 20 jó meg rossz tulajdonsága, tehát neked is, másnak is, akkor sokkal könnyebben tolerálod ugyanazokat a helyzeteket másoknál. Pusztán azáltal, hogy elfogadtad magadat úgy, ahogy vagy. És akkor már nem azt nézed, hogy na van a másiknak itt, meg itt, meg itt, milyen rossz az élete és milyen sok rossz tulajdonsága van, mert fontosan tudod, hogy neked is van annyi, csak neked pont máshol. Az egyik embernek ez könnyű, a másiknak az könnyű. Halogatás, terv nélküliség. A tervek igen fontosak, legyen egy terveid az életre, és hát a halogatás, ugye ez egy nehéz ügy, ugye a lustaság kérdése. Van egy ilyen híres zen történet, hogy a tanítvány oda megy a mesterhez, hogy mester, segíts nekem, lusta vagyok. Annyira nagy probléma ez az életemben, minden tudok, információkat, összes bölcsletet ismerem, de olyan lusta vagyok, mint a fő. És azt mondja neki a mester, hogy semmi baj, kedves tanítványom, már csak egy dolgot maradt, vásárolj egy lakást, aminek az ablakai a temetőre néznek. És minden nap emlékezze arra, hogy egy darabig vagy csak itt. Azon belül csináljuk meg a dolgot. Elhanyagolt önbizalom, ugye erről már volt szó. Tehát ha sikert, szerencsét akarsz az életedben, akkor tudnod kell, hogy senki nem fog egyetlen egy szalmaszálat sem keresztbe tenni érted. Ez egy nagyon fontos tudás. Értsétek meg, hogy nem foghatjuk a barátaink, a szerelmünk vagy az anyukám kezét egész életünkben. Nem. A te életed, a te projekted. Te csinálod. Nagyon aranyos az anyukád, a barátod, a szerelmed, mert segít neked. Tanáccsal lát el, jó példával jár el. Ez jó. De mindenkinek magának kell döntenie. Emlékeztek erre, hogy nem lehet senkit sem megváltoztatni? Hiába próbálod, egy bizonyos változást elérhetsz nálad, de magában egy visszacsúszik abban a pillanatban, hogy ha rossz helyzetbe kerül. Mert változnia mindenkinek magának kell. Nem tudod helyette megtenni. Tehát ez egy nagyon fontos tétel, hogy a te saját világodban te vagy az, aki döntesz. Te vagy az, aki határozol. És lehet persze mindenki másra fogni, de az menekülés. Menekülés és sorskerülés. Hát itt egy csodálatos sorsod. Fantasztikus nagy szeretettel alkottad meg. Óriási erő van hozzá. És bizonyára felismertétek már azt a tényt, hogy mindenkinek pontosan akkor a lelki ereje van, ami az adott életében lévő terhekhez jobb elég. És nem kevesebb. Mindenki el tudja hordani azokat a terheket, akármilyen tragikusak, negatívak, rosszak, vagy látszólagos zűrőkkel járnak. El tudjuk viselni azokat a terheket. Nagyon nagy szeretettel alkottuk meg az életünket. Mindig emlékezz erre. És nagyon furcsa, de az összes bölcseleti hagyomány azt mondja, hogy ajándék az ember számára a szenvedés. Gondolj csak bele! Akármelyik szenvedésről volt szó az életedben, bölcsebb lettél, tudakozóbb lettél, intelligensebb lettél, érzelmileg, értelmileg, gazdaságilag, bármilyen szinten. Valahogy mindig a javunkra vált. A tudatosság iskolában van is egy mondat ezért, a könyvben nagyon sokszor megemlítem ezt az igazságot, hogy minden látszólagos rossz történés, ha a múltból visszatekintesz a múltba és megnézed, egy sokkal nagyobb jó történést készített elő. A negatív helyzetek előkészítenek egy csomó jót nekünk. Persze ez nem igaz akkor, hogyha valaki hibára halmoz és nem tanul belőle, hogy régen csináltuk. Akkor igaz, hogyha itt ülsz és azon gondolkozol, hogy hogyan tenni jobbá az életet. Tehát ez egy bizonyos tudatszint fölött igaz. Minden látszólagos rossz történés egy sokkal nagyobb jót készít elő az életünkben.
felesleges kiadások, ugye anyagi és lelki kiadások, hát az anyagiról nem kell nagyon beszélnünk, legyen egy komplet rendszered, mert test, lélek és szellem vagy. Tehát nem csak lélekben és szellemben, de anyagilag is, a pénzterületén is emelkedned kell. Valamennyire egy stabilitásra törekszünk. Nem kell feltétlenül neked anyagi függetlenséget elérned, vagy nem tudom milyen milliókat, nem ez a lényeg. Hanem az, hogy hogyan gondolkozol a pénzről. Fontos, hogy ha felesleges anyagi kiadásaid vannak, akkor elfolyik az a lehetőség, hogy te a szeretteiddel lehessél. Mert amikor több pénzünk van, az nem arra kell, hogy még egy jachtot vegyünk, hanem arra, hogy a szeretteinkkel tölthessük az időt. Tehát nem azért kell fejlesztened, építened, jól meggondolnod a kiadásaidat, mert az olyan fúne nagyon financiális, meg ilyen tőke orientált, hanem azért, mert szeretnél többet lenni azokkal, akiket szeretsz. Minél jobban a függetlenség felé lépszel, annál többet lehetsz azokkal, akiket szeretsz. Ez nagyon fontos tétel. És akkor felesleges kiadás lelkileg. Gondoljatok bele, hogy valami dühös, haragszik, és mi történik? Távozik tőle az energia. Testileg is visszahat. A biokémia a 2003-ban kimutatta a következőt. Ha valaki haragszik, dühös és rosszindulatú, annak a testében toxinok, azaz mérgek kezdenek el termelődni. A magyar, magyarázz. Mit mondunk? Mérgés. Tényleg igaz. Tehát aki dühös, haragszik, mérges, annak a testében mérgek kezdenek keletkezni. Ez ténylegesen létező dolog. És most már a természettudomány igazolja az ősi bölcseleteknek a nagy tudását és igazságait. Tehát nagyon fontos ezzel foglalkozni. Felesleges lelki kiadás az, hogy nem hiszem el, hogy már 3 éve veszekszem vele, hogy nem rakja el a cipőjét. Ugye? Ismerünk? Jutka néni meg Józsi bácsi története, nagyon aranyos, aki idősebb házaspár járunk hozzám, és mondja, hogy Jutka néni, hogy hát 3 éve nem hiszi el, hogy már folyton a sarak cipő, meg minden. Miért nem rakja oda rendesen be a helyére, hova kell, miért nem tanulja le rendesen? És akkor mondom, hogy és Jutka néni, hogy próbáltam már ezt azt csinálni, mert ugye ez egy olyan helyzet, ahol Józsi bácsi tudod magasról tolik rá, mert nem érdekli, tehát őt nem izgatja téged, viszont láthatólag idegesítesz. Felesleges lelki konfliktusok. És mondja, hogy igen, mert hogy próbál szép szóval, meg csúnyán, meg zsarolta, meg mindent megpróbál, hogy már hogy megsikerüljön, de sehol sem sikerült ez a dolog. És akkor mondom neki, hogy figyelj, itt van egy helyzet, ahol Józsi bácsnak mindegy, te meg neked meg rossz. Idegeskedsz, bajod van, feszültséget generál. Ugye ezt szokták mondani, hogy a mások butasága miatt magunkon bosszút állni, az az idegeskedés. Mert így van, hát nekünk rossz, neki nem. Ha tőlelugi a cipőjét, azt megy. Érted? Neked viszont rossz. Hát mondom, valamilyen szeretetteljes megoldás, hogy bármilyen, amit kitalálsz erre, az kell ide. Mert különben folyton elveszíted az energiádat ezzel a dologgal kapcsolatban. Jutka néni elmegy, tesz, 3 hét múlva jön vissza. Ilyen egyéni kezelésre volt. És azt mondja, hát András, képzeld el, megoldottam a helyet. Na mondom, tényleg? És hogyan? Hát képzeld el, mostantól én rakom el a cipőjét. Tökéletes választ adott a cipőjét kívására. Ugyanis csak neki volt ez a problémája. És nézzétek el azt a fantasztikus lelki nemességet, hogy szeretni nem azért, mert a másik megértem, hanem azért, mert te úgy döntöd. Na ez jelent magyarnak lenni. Mert a magyar lelki nemesség az ilyen. Azért szeretni, mert én jobb ember akarok lenni, nem azért, mert a másik megértene. Ajándékba szeressetek. Ajándékba. Szokták mondani, hogy van feltételes, meg feltételek nélküli szeretet. Hát ez nem igaz. Csak feltételek nélküli szeretet van. Mert ha feltételekkel szeretsz, az biznisz. Az üzlet. Kicsit jó fej voltál, akkor én is kedvesen vagyok, na, de múltkor olyan kis csúnya voltál, na, akkor én is egy kicsit morcosabb vagyok. Érted? Hát az miért? Azok kapok. Hát ez milyen hülyeség? Pont azért kéne szeretettel meg örömmel hozzáállni, mert ő neki egy rossz napja van, és ő neki nem megy olyan jól most a dolog. Értitek ezt? És ez nem a másikon múlik, nem azért tesszük, mert ő megérzelmi. Lehet, hogy teljesen jogos a haragod, hogy már 3 éve veszekszel. De te önmagadat haladod meg azáltal,
És neked lesz kevesebb lelki kiadásod, energiavesztésed, hogyha egy magas szintre lépsz, és nemesebb cselekedetet hajtasz végre. Mit ad Isten? Józsi bácsi, aki pontosan tudta, hogy ő a hunyó, sokkal jobb fejebb lett egy csomó más dologban. Kedvesebb, készségesebb és logiasabb lett, mert látta, hogy mekkora nagy veszekedés volt előtte, és aztán hogy elcsitult ez a hullám. Tehát a szeretet 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit hoz vissza. Ezt már nagyon régen tanítják a mesterek. Besenyő Pista bácsi azt mondta már, hogy ugye? Nem? De! Várj, mi igazán van. Jó, na, hogyha sikeres akarsz lenni, akkor hát ugye nem nagyon szabad törődni mások véleményében, illetve természetesen kérdezd meg hozzáértőket, meg szakembereket, de alapvetően a te teremtésed, a te ötleted, a gondolatod, az egyéni. Ez az egyéni gondolat a 8 milliárd közül eredeti és egyéni gondolat. Tehát fog mindenkinek tetszeni az az ötlet, amit te kitalálsz? Dehogyis. Szó sincs róla. Lesznek kritikusai? Persze, hogy ne lennél. Lesz egy csomó ember, aki melléd áll, meg ellened van? Hát hogy ne lenni? Mindig lesz ilyen. Az egyik ember tudatlan, és rettegettől, a másik ember tudatos, és azt mondja, figyelj, ez vagyok én. Én megcsinálom azt, ami az én teremtésem. Az egyik ember konkurál és fél, a másik ember teremt. Ugyanabban az időben, ugyanazzal az energiával, vagy elveszítjük az energiánkat, és elveszítjük a hitünket, vagy a teremtéssel, a saját világunkkal foglalkozunk, és szorgalmasan építjük. Megy a tanítvány a mesterhez, és azt kérdezi tőle, hogy hát mondja, mester nagy baj van, mert generációk óta itt van egy kis fűszerboltocskánk, és hát most ide épült mellé egy hatalmas nagy piac, egy óriási nagy bláza van itt, és tele van fűszerbolta, és hogy tönkre fog menni a mi kis boltunk, ami már sok-sok évtizede a családunké. És azt mondja neki a mester, nincsen semmi dolgod. Mint hogy minden nap kiállj a kis fűszerboltod elé, és megállt. És azt mondta, hogy ez a kis fűszerbolt megáldalak téged szerencsével, bőséggel és gazdagsággal. Most aztán fordulj meg, és áld meg a nagy plázát is. Megáldalak téged, te pláza, szeretettel, bőséggel és gazdagsággal. Eltelik egy év, jön vissza a mester a nagy tanító körútján, és kérdezi a tanítványt, hogy na, mi történt veled? Hát képződően elvesztettem a kis boltomat. Tényleg? És hogyan? Hát megbíztak a nagy pláza vezetésével. A pláza. És a kis boltját megáldoztam. Értitek ezt? Tehát, hogy nem mindig úgy fog alakulni, ahogy mi szeretnénk. De az biztos, hogy az egyik ember konkurál, a másik meg teremt. Ugyanabban az időben, ugyanabban az energiában, ugyanabban az élethelyzetben. És az egyik rosszul jár, a másik meg jó. Tehát te legyél az, aki azzal foglalkozik, amit szeretnél. Félelem alapú maximalizmus, ugye ezek visszahúzó lehetőségek. Van egy olyan maximalista, aki szeretettel a legjobbat akarja magának. Azt mondja, hogy én megteszek mindent ezért a dologért, de aztán nem dörcsölök rá, és nem maradok fönn hajnalig, és nem maradok bent a munkahelyemen egész hétvégén, hanem elengedem. Mit mondanak a nagymesterek? Nem az ember van a munkáért, hanem a munka van az emberért. Ha viszont félelemből vagyok maximalista, akkor azt mondom, hogy én ezt el akarok érni, ha a fene-fené teszik, akkor is. És nem érdekel, hogy rám megy a családom, az életem, a pénzem, én bennmaradok, megcsinálom, végviszem, mert mindenképpen azt akarom elérni, amit kitaláltam magamnak. A maximalizmus, hogyha szeretettel teli, akkor felépített, de nem birtokolott, hanem csak elengedett. Ha a maximalizmus félelemmel teli, akkor rettegsz, hogy nem fogod elérni, és mindent hajlandó vagy feláldozni azért, hogy ez megvalósuljon. Az előbbiek legyetek. Aki szeretettel elengedi, építsd fel, add oda és engedd el. Az, amit alkottál, nem a tiéd. Úgy, mint a gyerek. A gyereked ugyanilyen. Hát a gyereked a tiéd, de ott is. Hát a gyerek önmagáé. Pontosan úgy. Nagyon klassz, hogy te neveled, hatalmas megtiszteltetés, hogy hozzád megszületed, és megadhatod neki azt a sok ajándékot, amivel az a gyerek önmagává válhat. De birtokolni nem tudod? Hát hogy birtokolnál egy önmagában más szabad lényt? Ugyanilyen az alkotásaink. Hú, de elindultok a gondolatfelhők. Sok gyerek van?
Na, és akkor az utolsó rágódni a múlton, ez nagyon fontos tétel, hogy igen, van ez a rágódás a múlton, persze tudom, hogy fontos, mert história, ezt meg iszterítik, tehát a történelem az életnek fontos, tehát ez mindig igaz lesz, nincs más olyan történelem, amiből többet tanulhatnál, mint a te saját személyes történelmed. Ez biztos. Tehát a történelmen, a te történéseiden elmérkedni, abból megérteni dolgokat, nagyon hasznos, nagyon fontos dolog. De aztán lépj tovább. Mert a történelem az csak tapasztalat. A múlt azért van, hogy a régi hibákat ne kövesd el. Ezért volt az, hogy a nagy szent királya, ami Magyarországnak mindig tanították a fiatal királyokat. És elmesélték nekik, hogy hogyan működött ez a király, az a király, amaz a király. Hogyan nyertük meg ezt a csatát, azt a csatát, azt a csatát. Miért? Mert a történelem a múlt tanítómestere. Megtanulhatod belőle azt, hogy ha valahol hibáztál, azt ne kövesd el még egyszer. Ellenkező esetben, mint ahogy a mellékelt ábra mutatja, mindenkinek az életében meg fog jelenni ugyanaz a pofon, csak egy kicsit nagyobb. Ugye? Ha nem tanulunk a hibáinkból, akkor azok jönnek újra. Az érdekes a dologban az, hogy nem az Isten meg a sors ver és pofoz minket, hanem valójában mi generáljuk ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha nem változtatunk azon bennünk, a lelkünkben, ami tanulnivaló, akkor a lelkünkből kivetül a külvilágba, a tudatalattiból kivetül ez a sok feldolgozatlan dolog, és a többieket arra motiválja, hogy valamilyen helyzetben hozza meg téged. Figyeljétek meg, hogy így van. Ez egy nagyon-nagyon fontos tudatosság. Tehát nem az élet pofoz, nem a sors adja, nem az Isten csinálja. Nem. Mi csináljuk magunkkal? A legfontosabb kérdés az, már ezt aztán tényleg írjátok le, hogy miért hoztam magamat ebbe a helyzetbe? Ebből lehet ilyen is legtöbbet tartani. Mi az oka? Ismeritek El Bundyt? El Bundy egyszer egy ilyen cipőboltba próbál, cipős üzletet próbál csinálni, de nem sikerül neki se, hogy mindenféle módokon elrontja, és utána leül az ágy szélére, és azt mondja, de mit kell ebből nekem megtanulni? És mi ugyanilyenek vagyunk. Ülj le az ágyad szélére, és mondd azt, mit kell nekem ebből megtanulnom? Miért hoztam magamat ebbe a helyzetbe? Valami miatt ez nekem fontos. És tudom, hogy nehéz, mert ilyenkor az ego ott van, és felágaskodik, és azt mondja, hogy nem, ez nem te voltál a hibás, mindig másra mutogat, és más volt a hibás, de értsd meg, hogy ezt te csinálod. Mindenki saját magát hozza a helyzetekbe. Máskülönben nem is lehetne. A modern pszichológia egyenesen azt mondja, hogy a párkapcsolatban minden, amitől félsz, azt kiprovokálod a másikból. Minden, amitől félsz, azt provokálod. Ez ugyanez, csak egy más szóval. Egy más nyelven, egy más megfogalmazásban. A tudatosság, vagy a tudatos ember tehát az, aki a környezetéről egy megfelelően komplex képet lát, és aztán azt szerint is cselekszik. Nézzük meg, hogy a szegénységtudat és a bőségtudat mit hoz nekünk. Ugye van a sok-sok természettudományos műszer, amely kimutatja már, hogy az ember szíve körül van egy energiamező. Ez nem csak az immunrendszerednek az erejét jelenti, hanem ténylegesen azt, hogy valaki mennyire szeretetteljes az világában. Ha szomorúak vagyunk, szerelmi bánatunk van, problémák vannak, össze van húzódva. Ha örömteliek vagyunk, lelkesek vagyunk, áradóak vagyunk, akkor 8 méterre kiterjed. Most mindegyik benne van a szívedben. Ugye? Jó benne lenni? És a te szívedben is... Igen. A te szívedben is ugyanilyen jó benne lenni, hogyha hazamész, és örömteli, megoldáskereső, és szeretettel teli a szíved. Zenés előadás. Csak jó. Ez a népesség. Tehát akkor, ha félelem van a szívünkben, akkor az energiatér kicsi, ha nagy a szívünkben a szeretet, akkor az energiatér nagy. Most ez azért nagyon fontos, mert az, hogy te hogy vagy, figyelem, az, hogy te hogy vagy, az sosem magány. Mert egy csomó ember összetartozol.
És a többiek érzik. Már abban érzik, hogy vagy, hogy hogyan csukott be az ajtó. Ha már megint be csak oldott fel, hogy meneküljük ki, megint szomorúsan, megint harag van, ugye? Ha pedig örömmel és szeretettel érsz haza, akkor ajándékba adod magadat. Tehát sosem magánügy az, hogy egészséges vagy-e vagy nem, hogy örömteli vagy-e vagy nem, hogy egyensúlyban lévő, megoldáskereső, barátságos ember vagy, vagy hazavitted a feszültséget és az idegességet, amivel sport szerintelül a többieket büntetett. Mert ez van. Érted? Sportszerűtlenség hazavinni azt a feszültséget, ami a munkahelyeden vagy az autóvezetés közben téged ért. Hát ahhoz a többieknek még otthon van a semmi közben. Az a te dolgod. Én színházi ember voltam 15 éven keresztül, és azt tanítják a színházba, hogy akármilyen bajod van, vedd el a kapátodat, mint a magánéletedet, szépen akassz föl a fogassal, és a színházba meg vidd be azt, akit játszani fogsz. És utána menj vissza, és persze vedd vissza, hogy van egy saját életed, és akkor old meg. De a színházban ne vidd be. Na én meg azt mondom, hogy a szeretteid kapják belőled a legjobb részt. Ne hazamenjél, és ott kalimpálj, és csapkodjál, és hadakozzál, és legyél szomorú, meg keserű, meg rossz indulatú, hanem pont oda vidd a legjobb részedet. A Tudatosság is saját című könyvben nagyon-nagyon sokrétűen leírom ezt a lehetőséget, hogy hogyan tudsz a legjobb lenni. Hogyan tudsz igaz ember lenni. Mert ez a lehetőség. Ez van benne az életünkben, mint teljes tökéletes potenciál. Ez maga a lehetőség. Mert rossz életet bárki tud élni. Miért jó? A szegénység tudat mindig lemondott. Hát ez már nem fog menni. Belenyugodott, szomorú, kiábrándult, feladó, motiválatlan, kifogáskereső és kimerült. Sikertelenségben van. Nem szereti az életet valahogy, nem akar tovább menni. És a komfortzónából ki kell jönnöd, mert az élet a komfortzónán kívül van. Mert ha ezt mondogatod mindig, hogy már nekem nem fog menni, hát már múltkor jött 35 éves a lány. Eljött hozzám nagy szerelmi bánata van, már az X-edik párkapcsolata nem sikerült. Mondom neki, hogy semmi baj, hát ugye minél több párkapcsolatod volt, annál jobban tudod, hogy mit akarsz. Tehát valójában több tapasztalatod van. Tehát egy irányt láss, akkor aminek a vége az lesz, hogy te megtalálod azt, aki szeretsz. És akkor másfél órán keresztül beszélgetünk, mondom neki, hogy hogyan kellene előre menni, a tanácsolok neki, nagy szeretettel sok-sok mindent megbeszélünk, aztán kimegy az ajtón, és aztán még visszanyitja az ajtót, és azt mondja, hát tudod, András, tehát ez a férfi még meg sem született, hogy nekem jó lenne. Mondom, hogy minek a jó tanács, ha nem fogadod meg. Hát de pont erről beszélünk másfél órán. Mondjuk nem egy ilyen kisgyerek az, aki neked kellene, hanem egy érett. A bőségtudatban lévő ember pedig reményteli, újrakezdő, bizakodó, lelkes, kitartó, tervező, a komfortzónából kitörő, és megoldás kereső és eredményes. Most ez nagyon fontos, hogy újrakezdés. Újrakezdés. Soha nem maradsz ugyanaz, mint aki tegnap voltál. Ne egy tendenciában határozd meg magad. Hát de jó, de nekem az anyukámmal mindig rossz volt a kapcsolatom, mert sose tudtunk semmit se csinálni. Oké, de az anyukás már nem ugyanaz, mint tegnap volt, és te sem vagy ugyanaz. Lehet, hogy az anyukádnál az utolsó csepp kell, hogy kinyíljon, és a negatív, panaszkodó és rossz indulatú emberből egy kedvesebb, egy megértőbb, egy jó fejebb ember legyen. Ezt számtalanszor hallom és tapasztalom a Tudatosság iskolájában a tanulók között. Akik elmesélik, hogy pusztán azért, mert ők a szívükben megváltoztak, és már mást gondolnak, és már nem haragszanak a szüleikre, a szüleik is könnyedben változnak. Tehát az, hogy te meghalad önmagadat, és jobb emberré válsz, az nem csak neked jó, hanem az egész környezeted profitál belőle. Amit magadért teszel, azt mindenkiért teszel. Ez csodálatos. Gondolj bele ebbe, hogy mekkora ajándék. Tehát nem csak arról van szó, hogy te valamit tettél, nem esett vagy, igazad vagy, szeretettel telik vagy, és elhagysz valamilyen rossz hozzáállást, hanem arról is szó van, hogy mindenki mást is nem esetté tettél magad körül. Bizakodó, lelkes, kitartó, tervező, megoldáskereső. Megoldáskereső. Ha csak egy szóban lehetne összefoglalni azt, hogy milyen ember legyél, ahhoz, hogy te egy boldog, örömteli és jó életedé, akkor azt mondanám, barátságos. Legyél mindenkihez barátságos.
Az ókori Róma hagyománya úgy mondja, Marcus Aurelius, hogy legyél sokakhoz udvarias, nagyon sok emberhez barátságos, és pár emberhez megbizalmas. De én úgy mondom neked, hogy arról van szó, hogy lehet, hogy nem tudsz mindenki ugyanúgy szeretni. Mert van, akinek könnyebb, van, akinek nehezebb az útja. Van, aki sokat szenved, és ezért rengeteg félelem van az életében, hogy nem olyan könnyű szeretni, van, akinek meg már bizakodó a szíve, és sokkal könnyebb szeretni. De ha barátságos vagy mindenkihez, akkor mindenkihez tud szólni egy jó szót. És az a mag, amit te mondasz, az az ő fejében, mint egy szántóföldben, ki fog kelni egyszer. A vetés után rögtön nem maradhatunk. Lehet, hogy anyukádnak 3-4 évig kell mondani a szeretetteljes és pozitív szavakat, mire egyszer kapcsol. Senkinek nem könnyű. Az egyiknek ez nehéz, a másiknak az nehéz. Lehet, ezért nagyon megértőnek. A mantra az, hogy mindig jobb jön, ugye szerencse hozó tudomány. Igen, a mindig jobb jön az ennek a tudatos iskolája könyvnek a igen. Rajta van ezen a kis deklaráció is, hogy mindig jobb jön. Ugyanis az van, hogy ha van egy mantra, ez egy szanszkrit szó, azt jelenti, hogy az elme védelmezője. Ha az elmét össze-vissza gondolkodik mindenet, óriás pakán, reklám, Facebook, mindenre figyelte, állandóan is sok-sok információ, akkor mindenhol megy az energia. A mantra egyszerűsíti és koncentrálja az energiát, mert arra a dologra figyelsz, amire gondolsz. Mondjuk arra, hogyha imádkozol, mi történik? Hát a gyerekeidre gondolsz, van 3 nagy gyerekem, rágondolok a gyerekemre, és azt mondom magamban, egészséges, jól érzi magát, bőségben van, és a rájellemző tanulságot meg fogja szerezni a mai napon is. Ez egy kedves, pozitív, jó gondolat, ami valójában egy iva. Ugye oda küldtem az információmat a másik emberhez. A mantra azt jelenti, hogy egy dologra gondolsz. Azt mondod reggel, amikor felébredsz. Bőségben vagyok az emberi kapcsolatokban lévő szeretetben, az egészségben és az anyagiakban. Egészséges vagyok, jól érzem magam, tudatos vagyok. Ezek mantrák. Olyan szavak, olyan mondatok, amik irányítják a gondolkodásodat. És ahogyan elindul egy nap, úgy fog folytatódni. Gyakran közben is megváltoztatott, ha nagyon negatívan indult, de az az első mantra, amit kimondasz, nagyon meghatározza annak a napnak a minőségét. Tehát érdekes ezt a mantrát használni, a mindig jobb jön mantra, az ténylegesen igaz, ugyanis ha feldolgozod és megérted a tapasztalataidat, akkor tényleg észre fogod venni, hogy mindig jobb jön. Mindig tud jobb és jobb és jobb helyzetekbe kerülsz. Ingyenes, használjátok! Gyereknyelven leírtam ezt a Süti Varázslás Tudománya című mesekönyv, de ez tudatos mese gyerekeknek és fölnőtteknek. 100-10 éves korig, tehát nagy szeretettel ajánlom mindenkinek. A másik a párkapcsolati könyv, a tudatos párkapcsolatban rejlő kincs. Hát ez a YouTube-on 100 000 fölött van valahol a nézettsége, és azt mondtam magamban, hogy ha a 100-at eléri, akkor megírom belőle a könyvet. Nagyon sok példatörténettel, párkapcsolati lehetőséggel, ajándékkal, egy leegyszerűsített, könnyen értelmezhető és jó útmutató párkapcsolatokhoz nagy szeretettel ajánlom. És természetesen magát a... Ott van a mindig jobb. Igen, ott a mindig jobb. Tudatosság iskolája, amiben, mint a kis segédem mondja, mindig jobb jön felirat van, ami ténylegesen egy fontos tétel, ugyanis erről szól az egész könyv. Hogy hogyan tudsz úgy élni könnyen, egyszerűen, jó ötletekkel és tényleg gyakorlati tanácsokkal, hogy ez a mindig jobb jön, megvalósuljon az életedben. Ez egy olyan könnyű, tényleg ilyen szellős, könnyű, áttekinthető, gyorsan elolvasható kézikönyv, amit bármikor belerakozhatsz, bármikor berakod. Hát sokan mondják, hogy miért nincs ilyen kicsi könyvben, mert hogy elvinnék magukkal a táskába, és akkor mindig lapozgatnák. Erre is való valójában egy végtelenül leegyszerűsített, egyértelmű mutató az élethez. Egy pozitívabb, örömtelibb és boldogabb élethez. Tehát akkor nézzük meg megint Richard Marsment, aki azt mondja, hogy hát nézzük meg ezeket a szerencsés embereket, és épített egy olyan ördöglakatot, amit nem lehetett kinyitni. Egyet nem volt megoldása.
Csak odaadta az embereknek, és elkezdték nézegetni, volt, aki 10 perc után feladta. Azt mondta, én ezt nem tudom, én ezt hagyom csodában. Volt, aki 15 perc után, volt, aki 20 perc után, volt, aki 30 perc után. A legkiválóbb emberek, akik a legszerencsésebbnek bizonyultak később, másfél óra után adták fel. Másfél óra után. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem megy így, akkor próbáld meg úgy. Ha nem megy úgy, próbáld meg amúgy. És addig próbálkozz, míg azt, amit szeretnél, sikerkoronázza. Nem biztos, hogy jó az út, ami jársz, tehát nem biztos, hogy mindent sokáig kell elvezetni. De ha ténylegesen meg vagy győződve arra, hogy ez a teremtés neked, ez az ötlet, ez a vállalkozás neked fontos, akkor addig próbálkozz, ameddig sikerül. Számtalanszor elmondták az emberek ott, hogy az első kudarcnál feladják. Pedig csak próbálkozni kell. A legsikeresebb, legszerencsésebb emberek majdnem másfél órán keresztül próbálkoztak, mire feladták. Ez egy nagyon fontos ismeret. Mi tehát a szerencse? A felkészültség találkozása a lehetőséggel. Hiszen a lehetőség ott lesz meg az életedben, de csak, hangsúlyozom, csak akkor veszük észre őket, ha ez a felkészültség megvan. Ha én megyek az iskolába, viszem a gyerekeimet, és folyton azon bufogok, hogy nincsen gyerekvigyázó, akkor nem fogom észrevenni az orrom előtt lévő kis hirdetést. De ha egyszer elhatározom, hogy mostantól pedig megtalálom, akkor érdekes módon rögtön szembe jön az utcán. És a tudatalattidban lévő információ oda fogja irányítani a figyelmedet, a cselekedeteidet, a fókuszáltságodat, ahol az a megoldás, amit te szeretnél. Mert a szó teremt, létrehoz. A tudás találkozása az alkalommal. Tehát akkor tudást kell gyűjtened ahhoz, ugye most is éppen tudást gyűjtesz, tudást kell gyűjtened ahhoz, hogy ez jól működjön. Mindenképpen érdemes foglalkozni vele, elolvasni egy könyvet, egy tanfolyamot, egy bármilyen tudást megszerezni. Nagy szeretettel ajánlom a tudatosraiskolai.hu honlapot, sok ilyen tudásszerzési lehetőség van. 3. A tervezés és a munka mellékterméke. A tervezés és a munka mellékterméke a siker, meg a szerencse. Tehát nem lehet sikered és szerencsét, ha csak az évből várod. Bátyám remek tanuló volt, mindig nagyon jól teljesített, és mondta, hogy hát alig tanult a dolgozatra, és mondtam neki, hogy hát készültem, hogy én is a biológia dolgozatra, hát alig bírtam tanulni, meg hát így szinte semmit nem tudtam a témában, és akkor ugye egy évvel fölöttem járt, és ugyanakkor írtunk dolgozatot. Aztán hazamentünk, és mondtam, hogy már akkora pekjem volt, hát így semmit sem tudtam, jönni, menni puskázni sem tudtam, nem sikerült sehogy se az a dolgozat, nem tudtam a tételeket. És ott meg azt mondta, képzeld el nekem, hogy jól sikerült, mert tudtam pár tételt, és ezt a többit meg így megsúgták, és aztán meg összeraktam, és rájöttem a megoldásra, és így négyes írtam. Tehát akinek van tudása, annak lehet szerencséje, akinek semmilyen nincs, annak meg nem. Érted? Ez meg mindenkivel ugyanígy van. Tehát a tervezés és a munka mellékterméke az, hogy szembe jön a siker, meg a szerencse, mert az már abból következik. Ha a teremtés tudományából vezetném le, azt mondanám, hogy akkor jön szembe a lehetőség, hogyha te már cselekedtél valamit. Mert az élet arra vár. Az életnek mindegy, hogy mit teszel, de azt fogja szembe hozni, amire figyelsz. Emlékeztek rajta? A teremtés tudománya az, a lényege az, hogy makacsul egy dologra gondolsz. Pénz, azt mondja, pénz. Pénz nagyon fontos, de tudjátok, az emberi kapcsolatokban lévő szeretet a legelső. Mert ha tele vagy pénzzel és nem jók az emberi kapcsolataid, tudjátok. Ha beteg vagy, ugye, az egészség nincs rendben, de tényleg komoly betegséged van, és egy csomó pénzed, akkor megint. Jó, oké, de hát ez nem az az élet, amit szeretnél. Tehát az a legelső, ami az élet minőségét megadja, az az emberi kapcsolatokban lévő szeretet. Ez legyen mindenek fölött. Ez a legnagyobb lényege mindennek. Ha az összes tudást egyetlen szóba kell meghatározni, akkor látjuk, hogy mind a fájdalmas tapasztalat, mind az örömteli élmény egyetlen egy szóban összpontosul, és az a szeretet. Ez maga az élet. Ezek fölött nincsen semmi. Tehát mind a szeretet szülején át kell mennie a szavainknak, a tetteinknek, a gondolatainknak.
A 100 mázista és a 100 szerencsés történetem ugye nagyon érdekes, mert rájöttek, hogy ha felhasználod a véletlen lehetőséget, hogy hiszel benne, hogy szerencsés vagy, akkor jobbá válik az élet. Azt mondja a szerencse tudomány, hogy legyél nyugodt, ne bánkódj a kudarcon, legyél barátságos, bízz a megérzéseidben, és nem fogsz elmenni a 100 dolláros mellett, hanem megtalálod. Ami valójában számít, az az, hogy ez a kis fácska, ez áttörje ezt a hatalmas követ. Oda beesett egy mag, még régen, és elkezdett nőni, és gondoljatok bele, hogy mennyit kellett szegénynek szenvednie, míg az a vékony kis hajtás eljutott a fényre. De aztán elkezdett nőni, növekedni, megerősödött, a napból a szellemi erőt hozta, a földből az anyagi erőt hozta, és annyira erős volt a szíve, hogy szétrepesztette ezt a fát. A valódi követ. Szétrepesztette ezt a követ. Tehát a valódi tudás azzal foglalkozik, amit meg akar valósítani, ahelyett, amiért panaszkodhatna az életében. Mindig lesz olyan, minden helyzetben, hogy panaszkodhatsz, és minden helyzetben, amiért hálát adhatsz. Mindig. Neked kell döntened. Az érmények mindig két oldala lesz. Sosincs olyan helyzet, amilyen nem lehet panaszkodni. Mindig lehet olyan, hogy hát, de ez meg rossz, így meg úgy meg ahogy. Egyszer van egy ilyen híres történetem, hogy a Balatonnál nyaraltunk, kicsi gyerekek voltunk, és a három hétből két hétig esett az eső, és már próbáltunk ott országváros közni meg mindenhez, és nem tudtuk elütni az időt, és már ott nagyon anyáztunk össze-vissza, hogy hát most már hogy lehet eszünk, na hát most már esett az eső, fú, már nagyon dühösek voltunk. A nagyobb távolra jött, és azt mondta, hogy figyelj András, én imádom, ha esik az eső. És tudod miért? Mert ha nem imádom, akkor is esik. Ennyire igaza van. Mert egy rajta kívülálló okon keresztül nem érdemes bosszankodni. Hát az mindig lesz. Az egy helyzet. Valami, ami rajtad kívülálló dolog. Hát most azon bosszankodsz. Ugye? Amikor az ember bosszankodik, akkor más hülyesége miatt magánál bosszul. Vagy azért, mert esik az eső. Nem mindegy. Nem mindegy, hogy esik a hó, hogy jeges az út, hogy ez mindig lesz. A bölcsesség szava azt mondja a Védák hagyományában, hogy a boldogság és a boldogtalanság megjelenése az életedben olyan, mint a nappal és az éjszaka megjelenése. A bölcsemben csak mint egy változásra figyel rá. Mindig lesz olyan, hogy fönt, meg lent van az életed. Nehogy azt hitt, hogy állandóan itt kell lennie, az lehetetlen. Mindig fönt, meg lent lesz. De jó esetben nem alul hullámzik a kicsit rossz meg a nagyon rossz között, hanem fölül hullámzik a nagyon jó meg a kicsit jó között. De hullámozni fog. A boldogság és a boldogtalanság megjelenése az életben olyan, mint a nappal és az éjszaka változása. Természetes. Tehát, hogyha ezt elfogadjuk, már eleve tudatosak vagyunk. Akkor rögtön aztán, hogy kicsit hátradőlsz, azt mondod, oh-ho, nézzük csak meg, hát akkor ténylegesen az életemben ezt elfogadom. Miért nem fogadnál meg? Mindig lesz ilyen. És akkor nem az van, mint a világi ember, aki retteg attól, hogy túl jó történik vele, mert tudja, hogy fú, utána jön a lehető. Érted? És már azon retteg, mikor nagy boldogság meg öreg van, na, tudom, de megint jön majd a rossz, érted? Hát persze, hogy jön. Na, hogy ne jönne? Hát ez az élet rendje. Ez teljesen természetes. Na, de ha te ezt kívülről látod, és kívülről tudod, ha ajándékba adod a szeretetedet, akkor hol tartasz, honnan nézel ezt az egészet? Hát akkor az önvalódban egyre magasabbra felkerülsz. Akkor egy nagy, tiszta, szeretetteljes függetlenségből látod az egész világ történéseit. És nem vonulsz bele ebbe a dologba, és nem a véredre megy az egész, és nem egóból belekapaszkodsz. Igen, mert engem bántotta. Oké, kit nem bántotta? De az egyik ember benne marad, tudatlan és félelemben él, a másik ember ott hagyja, és a jelenben létezik. A jelenben pedig tökéletes potenciál van és lehetőség arra, hogy változtass. Mikor van a cselekvés pillanata? Most! Tehát akkor a változás titka az, hogy minden energiánkat az új felépítésére irányítjuk. Összpontosítjuk, így van. Halad meg magad, ugye négy dolgot kell átgondolni. Az egyik a komfortzóna,
A komfortzóna azt jelenti, hogy sokkal jobban szeretnék, de még nem elég orosz ahhoz, hogy változtassak, ugye? Egy kicsit langyos, még ebben benne maradok, kicsit langyos, kicsit hideg, meg nem pont az, amit szeretnék, de nem, majd egy szódával elmegy. Nehogy is megy el. Boldog legyél. Nézd meg, figyeld meg, hogy az összes cselekedetedet a boldogságért teszed. Nincs olyan tett, amit azért, ne azért tennél, hogy boldogabb legyél. Mindig arról van szó. Tehát állandóan a cselekedetek arról szólnak, hogy boldog legyél. Az önvaló, aki te valójában vagy, örök életű, teljes tudatosságú és boldog. Csak itt a Földön nem arra figyelünk még, hanem a kis elménk gondolataira és érzelmeire, a vágyainkra. De az önvaló teljes tudatosságú, örök életű és boldog. Ezért van az, hogy az ember minden cselekedetében a boldogságot keresi. Azt szeretné elérni. A jóga vagy a visszakapcsolódás folyamata pont arról szól, hogy a gondolataimról, érzelmeiről és a vágyaimról nem mint a engem meghatározó dolgokról foglalkozom, hanem e fölött vagyok. Ezért mondom, hogy legyél nemes. A másik ember haraggal válaszol a haragra. A másik ember korrumpálható, lefizethető. A másik ember hazudik, csalló, de te erre azt mondod, hogy nem, erre azt mondod, hogy nem, erre azt mondod, hogy nem. Ezért vagy nemes. Érted? Attól válsz nemessé, hogy nemet mondasz arra, amit a többiek tesznek. Ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog. És a lelkedben pontosan tudod, nekem nem kell itt állnom és elmondanom neked, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami nem. Ezt pontosan tudja mindenki a szívével. Abban a pillanatban, amikor a komfortzónából kijössz, azt mondod, oké, de én egy boldog életet akarok élni. Nem csak egy ilyen tessék-lássék, látszólagos életet. Olyat, amit mindenki tud. Rombolni mindig könnyebb lesz. Így is elmondod. A komfortzóna egy langyos terület, és az élet, az, amit te nagy-nagy szeretettel ebben a megvalósulásodban választottál, az a komfortzónán kívül kezdődik. Minden a komfortzónán kívül van. Az összes ajándék, minden békesség, minden nyugalom, minden szeretet, minden bőség a komfortzónán kívül van. Kettő, tanult reménytelenség. A tanult reménytelenség azt jelenti, hogy hát nem fog az neked sikerülni, édes lányom, el se kezd. Tudod? Tanultad az iskolában, a tanáraitól, a szerelmeidtől, a barátaidtól, de elsősorban anyu, apu meg a tanárok. Figyelem, a pszichológia a következőt állítja. Azok az gondolatok, amiket a saját magadról gondolsz, 85%-ban nem tőled származnak. 85%-a jött anyutól, aputól, a társadalomból és a tanáraitól. Tehát leírhatsz magadról 10 állítást, és akkor 8-at teljesen nyugodtan kihúzhatsz. Mert vagy nem igaz, vagy nem úgy igaz. Azt mondja a szellemhagyomány, vagyis a bölcsesség, ugye minden fronton egyébként sok területen a világon, hogy önmeghatározó lények vagy. Tehát nem igaz az, hogy egyszer azt mondták, neked rossz a nyelvérzéket, ne tanulj nyelveket. Számtalanszor észrevettük már, hogy valaki azt mondja minden egyes nap, hogy minden nappal egyre jobb a nyelvérzékelem. És mi történik? Megtanul két nyelvet. Én tudok. Képes vagy arra, hogy megtanulod azt, amit eddig azt gondoltad, hogy nem tudod. A Settes Uta lány esete nagyon érdekes, hogy a első gimnáziumban azt mondja a tornatanára egy lánynak, hogy jaj, de béna vagy, így csett lesz, bot lesz, hagyjad ezt az egészet, felmen vele tornából, ne is gyere be tőle a tórára. Aztán harmadikban mennyire egy IS bajnokságot, annyira bejön a sportban meg a sport szeretetével, hogy beveszik a kosárcsapatba, meg a tollalcsapatba, meg a röplabdacsapatba, és mindenhol tökéletesen tud sportolni, edzeni, játszani, és sport kiemelkedő sportoló lesz belőle. Miért? Mert elhitte azt, amit előtte nem hitte. És a nagy autoritás, a tanár azt mondja, jó, Tabrina vagy, neked ez nem megy. És akkor azt mondta, hát persze, oké, biztos, hogy tudja, ő a szakember, hát akkor én így jártam. És már nem is sportol. Majd eltelik még két év, belejön abba, hogy valójában ő szereti ezt a sportot és elkezdi játszani, ez egy megtörtént eset, egy kliensemmel történt, és egyszer csak szárnyakat kap és sportember lett belőle. De ugyanígy lehet egy sportember. Pedig azt mondták egyszer, hogy a tanult reménytelenség alapján, hogy hát ez neked nem megy. Persze, természetesen vannak olyan dolgok, amik tényleg nem mennek, mert nem a mi területünk. Ne azzal foglalkozz,
amiben nem vagy jó. Azt keresd meg, amiben jó vagy. A magyarból, biológiából, meg történelemből, a humán pedagógiából nem vagy olyan jó, viszont nagyon szeretem a matekot, a kémiát, meg a fizikát, hát akkor nyilván hogy a reál irányba kell elindulnod. De akkor ne görcsölj az van, hogy a humán pedagógiából nem menne. Azzal foglalkozom, hogy neked megvan. Tehát ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, hogy mi az a rossz, ami velünk történt, foglalkozunk azzal, hogy hogyan építjük fel azt, ami valójában vagyunk. Benned van egy olyan tehetség, ami senki másban nincs meg ugyanúgy, ahogy megvan benne. Tehát kimondható az a törvényszerűség, hogy képes vagy valamit megalkotni, amit senki más nem tud úgy megalkotni, mint te. Van a világnak egy nagy hazugsága. El lehet menni a munkahelyre, majd felveszünk egy másikat, ugyanis mindenki pótolható. Hát ez nem igaz. De ahogy, hogy lenne már mindenki pótolható? Mindenki helyettesíthető. Az igaz. De pótolni nem lehet senki. Érted? Michelangelo nagyon kell pisírni, és ott adja az ecsetet a skinasnak. Figyelj, fejezd már belétszi ezt a vonalat. Jó, köszi, majd jövök. És akkor befejezi helyette. Ilyen nincsen. Érted? Az a te munkád, a te életed, a te teremtésed. Nem pótolható senki. Mindenkiből egy van. Tehát képes vagy te egyedül egy olyan dolgot megteremteni, amit senki más nem tud megcsinálni, mint te. Egy olyan klassz ez a gondolat? Igen. Kudarctól való félelem. Ugye ez a híres történet, hogy ugye megtanulunk járni, a számtalanosan feleszünk, mire megtanulunk járni, és létrejön egy olyan helyzet, hogy hát 80-szor, 100-szor elesünk, de mi mindig felkelünk, és aztán most a két lábunkon megyünk. Ha nem csináltuk volna így, és feladtuk volna az első kudarcnál, akkor a földön csúszna mindenki. De nem ott megyünk, hanem talpon járunk. 80-szor, 100-szor elesünk, mire megtanulunk járni. A kudarc felépíti a sikert. És a negyedik a lustaság, ugye ha nagyon lusta lennél, akkor vegyél egy olyan lakást, aminek a ablakai a temetőre. Amikor kinyitott gondolsz, hú, már csak egy időm van. Na és akkor a legvégén az előadásnak egy kis ajándék. Richard Weissman, a szerencsekutató, egy nagy kérdőívet adott a szerencsés embereknek, és rengeteg szokásról kérdezősködött, és kiderült, hogy nagyon sok érdekes szokása van a szerencsés embereknek, de az összes szerencsés embernek van két olyan szokása, amit mindenki csinál. Tehát sokféle szokás van, de van két olyan szokás, amit az összes szerencsés ember csinál. Nap is gyerekek, akarjátok tudni? Egyébként. Tehát a gyerekek. Na, tehát hol volt, honnan volt a szerencsés emberek négy szokása közül az első, a legfontosabb, az, hogy relaxálnak és meditálnak. Tehát van egy olyan lehetőségünk, idejük, hogy lehűljenek és elnyugodjon az összes gondolat, vágy, érzelem, minden butaság, ami egyébként folyton foglalkoztatja az elmédet. Azt vették észre a nagy vállalatoknak a vezetőinél, hogy amikor van idejük relaxálni és meditálni, abból a csöndből merülnek föl a legkreatívabb ötletek. Tehát ez egy kreatív lustaság. Egy olyan lustaság, amikor jót teszel. Hányszor és hányszor hallottam ezt, hogy mi van kislányom, nincsen semmi dolgod? Mit ülsz ott? Miért vagy ilyen boldog? Ugye? És van egy ilyen régi tendencia, hogy mindig menni kell. Nem? Abból születnek meg a legjobb gondolatok, hogy te megpuhensz. Önmagaddá válsz közben. Tehát legyen idő relaxálni és meditálni. Kettő, hallgatnak a megérzéseikre. Ez nagyon híres, ez több ilyen nagyon szerencsés ember gondolata ez. Az egyik egy ilyen nagyon egy milliómos ember, aki dollárban milliómos ember, egy nagyon híres ilyen üzletember, azt mondta egyszer, hogy András, én azért lettem sikeres, mert megtanultam hallgatni a megérzéseimet. Mindig az első megérzéssel. Mert valahogy az jó. Ha én állandóan azt mondom, hogy mindig jobb jön, hogy én bőséget élek meg a szeretetben, az egészségben és az anyagiakban, és ez belülről engem támogat, akkor a tudatalattimban olyan sokszor lement már ez a parancs,
hogy állandóan onnan fog felmerülni valami, ami megérzés, ami pontosan az én utamat támogatja. És a következő az mindig a kételkedés lesz. Az egységből merül fel, és a kétségre esik szét. Kétségbe esünk. Ez a jó, vagy az a jó? Ezt csináljam, vagy azt? Ó, nem tudom. De az egységből egy tökéletes információ jött föl. Ha a tudatod egységben van, akkor tökéletes az a felismerésed. De abban a pillanatban, hogy a következő gondolat jön, kétségbe fogsz esni. Ezt mindenki pontosan tudja, mert mindenki ugyanígy van. Ne a kétségre figyelj, mindig az egységre. 3. Könnyen szóba legyednek másokkal. Azaz, olyan komoly kapcsolati tőkét építenek föl, emberekkel kapcsolatban segítségeket adnak, szeretettel támogatnak másokat, olyanokból adj, amiből neked bőven van. Van tehetséged ahhoz, hogy meghallgass másokat? Akkor hallgass meg embereket. Tudsz friss zöldségeket adni, mert zöldséges vagy, akkor ezzel támogass embereket. Képes vagy egy asztalos munkát elvégezni, mert abban vagy jó, könyvelni tudsz. Ezer más szakterületen jó vagy. Adj abból, ami neked van. Amiből neked van, könnyű adnod, mert a saját lehetségedet adod, másnak viszont megfizetetlen ajándék. És abban a pillanatban, hogy kapcsolatba kerülsz emberekkel, egyszer csak látni fogod, hogy az életnek a nagy megoldásai legtöbb esetben, legnagyobb esetben a többiektől származnak. Tehát nem mi oldjuk meg a legtöbb dolgot az életünkben, hanem általában jön valaki, aki segít nekünk. Hoz egy megoldást, hoz egy ötletet, hoz egy gondolatot, hoz egy másik embert, egy ismerettséget, stb. Tehát a kapcsolati tőke az nem egy ilyen kihasználási rendszer, hogy mindenkinek felírod a névjegykártyát, és akkor tudod, hogy kiket kell hívni, amikor baj van, hanem úgy kezdődik, hogy adsz. Érted? A világ tükör. Ez is tudatosság. Le fogja tükrözni, amit csinálsz. Szeretnél kapni? Adjál. Szeretnél barátságot? Legyél barátságos. Szeretnél boldog embereket magad körül? Legyél vidám. Tegyél érte. A boldogság az nem egy érzelem, ami néha jön, néha meg nem jön. Rágyis, az egy döntés. Te döntöd el, hogy mire gondolsz. A gondolatból lesz egy érzelem, az érzelem motivál egy cselekedetre, és a cselekedetekből lesznek az életed körülmények. Gondolat, érzelem, cselekedet, életkörülmény. Tehát akkor miből lesznek valójában az életünk körülményei? A gondolatainkból. És a gondolatokat tudod irányítani. Azt nem tudod irányítani, hogy mi fog esetbe jutni kezdetben, de azt tudod irányítani, hogy azt tovább gondolod-e vagy nem. Tudjátok, éppen böjtölsz, és mész kedvenc cukrászdád előtt, és meglátod a sütit. Oh, mekkora süti! És milyen finom! És most pont akkorára vágták, de jól lenne megenni. És akkor azt mondta, hogy döntesz, úgyhogy na jó, de én böjtölök, majd 2 év múlva megiszem. De ha rajta vagyod a tekintetedet, a figyelmedet az érzékek tárgyain, akkor azok behúznak téged. Nézed, nézegeted, egyszer csak kinyitja a majdáját a cukrászdának valaki, süt illat, mert csak ma készül, ott véged van. Akkor egyszer csak berakod a lábadat, mint a mesében a farkas, a következő pillanatban benn vagy. Ez a süt. Tehát az, hogy mi jut eszedbe, nem irányítható még az elején, de az, hogy tovább gondolod, az igen. És a gondolatból érzelem lesz, az érzelem motivál egy cselekedetet, a cselekedetet pedig az életet körülményeznek. 4. Szerencsésnek tartják magukat. Ó, de jó ez! Szerencsések vagytok? Igen! Ugye? Én még egy napon tárgyalnak valami. Szerencsés vagyok. Egészséges vagyok. Bőségben élek. Miért nem? A szó mágia. Pontosan tudjuk, hogy minél többször mondasz egy dolgot, annál könnyebben megvalósul. És higgyétek el, hogy a kórházi statisztikák ugyanezt igazolják. Aki negatív, panaszkodó, rossz indulatú, annak az immunrendszer is gyengébb, sokkal többször betegszik meg, és nehezebben gyógyul fel ugyanabból a betegségből. Míg ha valaki ugyanazt a betegséget kapta, látszik rajta, hogy kevesebbször betegszik meg, gyorsabban gyógyul és erősebb immunrendszere van. Tehát egyértelmű. Kihullik tőled a hajam kislányom, és kapasz az illető. Tényleg? Nem bírlak látni, és rossz a szemem. Azt már is mondom, aki mindig kezdődik, hogy mindjárt betoljak. Hát most nevetünk, persze, de van egy ismerősünk, aki ezért most 50 évesen pelenkába járt. Nem viccelek, tényleg. Állandóan ezek a szavajárosak. És akkor nézzük meg ezt pozitívan. Nézzük meg szeretettel. Nézzük meg úgy, hogy jók az emberi kapcsolataink.
egészséges vagyok. Egyre jobban nyelvérzékel. Sikerülni fog az életem, a munkám, a szerelmem, a boldogságom. Érted? Tehát naponta tehetsz azért, hogy kijelentsd azt, hogy szerencsés vagyok. Mondom, önmeghatározó lények vagyunk. 5. A bal sorsban a lehetőséget keresik. A bal sorsban is a lehetőséget keresik. Jó, de jó, hogy ez ugyanilyen klasszikus, éppen összedől az egész, tönkre vágják a kocsira, leég a házat, kidob a szerelmet, és azt mondod, aaaah, lehetőség, mert nyilvánvaló, hogy meg kell élni a gyászt, meg kell élni a vesztést, mert hát ez van, hát az ember életében ez benne van. De akkor menjünk vissza megint az ősi bölcsethez, ahol azt mondják, hogy a szenvedés ajándék az ember számára. Nézd meg egy olyan embert, aki nem szenved, semmit nem ért az életben. Aki nem veszített el igazán fontos és lényeges dolgokat, nem tud az életről semmit. Azt mondja a szép magyar költőnk, aki dudás akar lenni, pokorra kell annak megtanulni. Ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fogni. Szóval, üdvözlök titeket a zeneiskolában. Mindenki zeneiskolába jár. Tényleg. Mindenkinek meg kell élnie a rájellemző végleteket, a rájellemző módon. És abból tanulnia. A te megtapasztalásod teljesen más, mint az övé, és így 8 milliárd féle van. Mindenkinek más könnyű, és más nehéz. Tehát ne hasonlíts magad soha. Mindenkiből csak egy van. Ha a balsorban is a lehetőséget keresed, az azt jelenti, hogy megéled a helyzetet, levonod a következtetést, és tovább lépsz. De nem az a fontos, hogy miért történt, hanem az a kérdés, hogy hogyan mész tovább. Tehát a miért helyett, a hogyannal foglalkozhatok. Ó, Istenem, miért történt ez velem? Ugye? Ezekre a kérdésekben a legtöbb esetben 1-5-10 év múlva van igazi válasz. Gondoljatok veled? Hát rögtön akkor sose látjuk, hogy miért történt. El kell tenni egy kicsi időnek, hogy aztán egyszer csak odaérjünk és megértsük. És van úgy, hogy eltelik még 10 év, és még más módon érted azt, ugyanazt a dolgot. Viszont az, hogy hogyan mész tovább, az rögtön megoldást keres. Tehát legyél megoldást kereső. 6. Kreatívak és jó történésekre várnak. Hát eleve reményteni a gondolkodásuk, erőt adó kérdéseket teszek fel maguknak. Hogy tudom jobban szeretni a különben picikét negatív és panaszkodó anyukámat? Hogy tudom elrakni a 3 éve veszekedek az ember, hogy a sáros cipőjét rakja el? Hogy tudom én azt szeretettel megoldani? Hogy tudom megoldani azt, hogy a vállalkozásomban, a munkában, az életemben magasabb szintre kerüljek? Egy picikét magasabb szintre, egy lépéssel többet, hogy tudok tenni magamért? Ez nagyon-nagyon hasznos hozzáállás, ugyanis mondom, lehet szeretet nélkül élni meg acsarkodni egymás ellen, meg megóskodni, de nézzétek meg az előző évszázadokat, vagy az előző generációkat. Nem sikerült a boldogság. Tehát nem sikerült közösen boldognak lenni. A párkapcsolatban, az emberi kapcsolatban, a munkakapcsolatban az a lényeg, hogy a közös boldogságot megéljük. Nem az a kérdés, hogy neked igazad van-e. Simán lehet, hogy igazad van. Gyerekkoromban mindig idegesített az anyukám, aki azt mondta, hogy András, engedd el az okos engedd el. Miért engedjem el? Hát most ennyi kevesebb csoki jut nekem akkor, nem jó. Hát én nem engedem azok, akkor inkább buta vagyok, de legyen legyen a több csoki. És aztán rájöttem, hogy az anyukám nagyon okosat mondott, csak akkor nem értettem. Ugyanis az okos, te, akinek van oka rá, az az okos. Nem az igazából enged, hanem az egójából. Értitek? Azt engedjük el, hogy te mindenáron nekem legyen igazad. Engedd el, miért kell legyen mindig neked legyen igazad. Nyugodtan szeress, adjál lejelnőbb a szeretetet, hidd el, hogy egy idő után ki fog derülni, hogy neked volt igazad. De még ha nem is derül ki, akkor is jól jártál. Az okos ember nem az igazából enged, hanem az egójából. Mert a vezérlő csillag, hogy én örömteli és szeretettel teli életet akarok élni, olyan magasan van, hogy nem megyek bele alatta lévő ilyen egós veszekedésekbe, meg kivagyiskodásokba, hanem mindig azt nézem, hogy hogyan tudok boldog lenni. Nálunk otthon van egy olyan mondás, hogy mindent megoldunk. Akármi történik, megoldunk. Ez az alap. Mindent megoldunk. Lehet, hogy egy-egy dologra nincsen rögtön válasz, nincsen rögtön megoldás, de azon leszünk, hogy megoldunk. Előbb-utóbb mindent megoldunk.
és az élet e felé tart. Na és a hetedik, elengedik a múltat, és tovább lépnek. De jó is ez. Elengedjük a múltat, és tovább lépünk. A múlt elmúlt. A múlt tapasztalat. A múlt nagyon-nagyon-nagyon fontos tapasztalat. Senkinek nincs olyan tapasztalat, amin neked van. Használd, építkezz belőle, mint egy jó király. Hogyha ezeket működtetjük, akkor látni fogjuk azt, hogy ez a hét szokás, ez valójában hét komoly emberi kérdést feszeget. Emlékeztek a hét energiaközpontra, ami az ember életében van? Nézzük meg alulról. Ugye gyökércsakra elengedjük a múltat és tovább lépünk. Ugye nem azon görcsülünk, hogy jaj, velünk mi történt, hanem teszünk magunkért. Kettő, kreatívak vagyunk. A jó történésekre várunk. Három, cselekszünk, mert a bal sorsban is a lehetőséget működtetjük. Négy, szeretet, ugye a szívközpont a leglényegesebb, szerencsésnek tartjuk magunkat. Öt, könnyen szóba legyünk másokkal, ez már a dolog. Hat, harmadik szemterülete, hallgatunk a megérzéseinkre. És hét, kapcsolódunk az önmagunkhoz. Azaz relaxálunk és meditálunk. Teljesen természetes, hogy a hét energiaközpont hét különböző emberi feladatnak felel meg, és annak megfelelő hét olyan szokásuk van a szerencsés embereknek, ami által jól működik. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye neked van a lehetőséged arra, hogy változtass. A te életeden belül nincsen más. Lehet, hogy van egy jó sors feladatod, lehet, hogy van egy jó sorsod, bizonyos karmák, vagy előző életből, vagy mostani életből, bizonyos helyzetek téged húznak, vonnak, támogatnak, ide-oda rakosgatnak. De van egy szabad akaratod. És ez a negyedik sors alakító tényező. Ez a legfontosabb. Mert mi döntünk az életünkről. Tehát innentől kezdve legyen most ez egy jó élet. Innentől kezdve legyen egy boldogságcentrikus élet. A te örömteli és szeretettel teli nézőpontod az a kép, ahogyan meghatározod az életedet, olyan magasan ragyogjon, olyan magasan legyen ez a csillag, hogy semmi alatta lévő dolog ne férjen bele. Ez a boldog élet titka, és ez a tudatosság maga. Hát, köszönöm, hogy meghallgattatok. Az én nagy öröm az, hogyha ezt tovább viszitek, és tovább adjátok, és élitek. Szóval tudjátok mi a különbség az elméletnek a gyakorlat közt? Hát elméletileg semmi. Csak a gyakorlat. Itt elől fogok dedikálni, ha valakinek van kedve, gyertek előre, nézzétek meg a könyveket, és beszélgessünk. Mindig jobb jön. Szeretettel vár a Tudatosság iskolája. Testi és lelki bőségteremtés, egészséges táplálkozás, tudatos életvezetés, önbizalomtréning, tudatos párkapcsolat. A sikeres munkahely megtalálása, a boldog élet törvényszerűségei, testi, lelki és szellemi egyensúly. Megtanulhatod mindazt a tudatosságot, amire az életben szükséged van. A tudatosságiskolája.hu